Dolgot tudunk mondani, Szent Háromság vonatkozásában Atya, Fiú, Szent Lélek hármasságát figyelembe véve általában az Atyáról el lehet mondani, hogy ő teremti a világot, a Fiúról el lehet mondani, hogy ő megváltja a világot, a Szent Lélekről pedig elkezdődik a legnagyobb, hogy úgy mondjam, mintha nyelvek, gondolatok összezavarodnának, egyik téves állítás követi a másikat, pedig hát a Szent Lélek az egy nagyon komoly képződmény. Na most ehhez viszonyítva tudnunk kell azt, hogy Balassi Bálintnál pontosabban, tökéletesebben csak a Szentlélek tudná kinyilatkoztatni, hogy mi is alapjában véve maga a Szentlélek. Tehát emlékezzünk vissza a híres versére, ahol a pünkösdöt megénekli, áldott szép pünkösnek gyönyörű ideje, mindent egészséggel látogató ege, hosszú úton járókat könnyebbítő szele. Na most, általában Balassi Bálinttól tudjuk, hogy a strófák elején ő elszokott üzeneteket rejteni. Itt viszont a végén nagyon szép hármasságot lehet tetten érni. Tehát áldott szép pünkösnek gyönyörű ideje, mindent egészséggel látogató ege, hosszú úton járókat könnyebbítő szele. Tehát miből érdemes kiindulni egy ilyen hármasság vonatkozásában? Hát természetesen magából a Szent Háromságból. Tehát tudnivaló azt, hogy egy Szent Háromságon belül, ahogy itt már elhangozódott, végeredményben az Atyáról, a Teremtőről vannak sejtéseink, gondolataink, felismeréseink, és a teremtés nyomát a természet működésében nyomon lehet követni. Ugyanakkor az a Fiú, aki természetesen egylényegű az Atyával, megint csak egy kicsit közelebb állónak tűnik hozzánk. Viszont maga a Szentlélek az ténylegesen az ember keresi, néha megtalálja, de nem sokat tud róla mondani. És a legnagyobb, hogy úgy mondjam, tévedések közé tartozik talán az, amikor a Szent Lelket Szűz Máriával azonosítják. Na most ilyenkor érzi az ember, hogy jó, nagyon szép fényszűz felé elvinni bizonyos dolgokat, fényszüzet tovább szüzesíteni Szűz Mária felé, de a Szentlélek titkát ilyen úton nem lehet megfejteni. Már csak azért sem, mert azokban a nyelvekben, amelyek általában ténylegesen olyan típusú nyelvek, hogy himnem, nőnem, semlegesnem vonatkozásában feldarabolják a világot, itt ténylegesen hitelt érdemlő módon általában a lelket nőnembe szokták tenni. Na most nyilvánvaló módon itt már valami nagyon megcsúszhat. Mert egy nőnembe tett lélek pillanatok alatt nőneművé változik, és kizárólagosan a nőiség megidézését fogja adott világon belül jegyezni. Na most maga a Szentlélek, ahogy elmondják még a barokk korból származó himnuszok is, tehát nagyon jegyezzük meg. A barokk kor olyan kor, hogy néha belerokkan az a világ, amelyben a barokknak a eredményei megjelennek, de egy biztos, hogy bizonyos vonatkozásban még nagyon sok mindent örökségként az a kor megkapott és tovább tudott mozdítani. Na most Szűz Máriára vonatkozó énekekben megjelenik egy nagyon általános és visszatérő formula. Atya Istennek legkedvesebb lánya, Jézus Krisztus édesanyja, és jön a csattanó, Szent Léleknek mátkája. Na most hogy lehet akkor ilyen logika alapján Szűz Máriát a Szent Lélekkel azonosítani? Hát valószínűleg a másság jegyében mindent meg lehet tenni, és nyilvánvaló módon a Szentléleknek van egy olyan vonatkozása, ahol inkább olyan, mintha női típusú lélekműködést lehetne nyomon követni. Na most visszatérve magára a Szent Háromságra, Atya, Fiú, Szentlélek hármasságán belül, ez három egyen léptékű minőségként jelenik meg a Kárpát-medencében, általában meg is szokták idézni, templomi falfestményeken megjelenik, van elrettentő példa is, Gömörrákoson, és van olyan példa, mondjuk Zsigrán vagy Zsegrán, ahol elfogadható módon idézik meg a Szent Háromságot úgy, ahogy van, és természetesen ezen belül a Szent Lelket is. Most a Gömörrákosi példát, hogyha fel tudjuk idézni, de fel tudjuk, nem tudjuk, én elkezdem szépen mesélni, aztán úgy el lehet képzeletben nyomon követve
képzelni, hogy végül is milyen lehet. Ténylegesen intő példa, hogy a Kárpát-medencén belül is születhetnek torz szülemények, és nyilvánvaló módon lehet érzékelni, hogy itt nem Kárpát-medencéből származó magyar mester kezelte az ecsetet. Ennek a Szent Háromság ábrázolásnak ugyanis általában a párjai, Bizánc és a Kijevi Rusz és egészen fent Moszkva térségében keresendők. Ez azt jelenti, hogy megjelenik egyetlen egy arc, de a középső tartományból jobbra elviszi, ugyanakkor balra megint elviszi. Tehát olyan, mintha az ember egy kicsit nem jól látná a világot, és szemünk láttára mosódna szét egy kép, és mindenből egy kicsit többet látnánk a kelleténél. Na most ez a Szent Háromság alakzat megjelenik egy és két fél arccal, ugyanakkor pedig megjelenik négy szemmel. Na most tudni való még a népköltészetből is, ha van három verebem, annak talán egészen véletlenül hat szeme lesz. Három veréb hat szemmel. Na most ugyanakkor van pozitív példa is, és ez tényleg a Zsigrai a kősi fészkében, Szepesi vár mellett, az elmúlt alkalommal kisebb kompániával felkerestük ezeket a helyeket, tehát ott ténylegesen lehetett látni, hogy igen, ott egy nagyon ősi forma keretében meg tudja idézni a három egyen rétegű, tehát egyen működést kifejező, egylényegű minőséget. Három arc sorakozik fel szépen egymás mellett, és ebben az a legmegkapóbb, hogy végeredményben egy-egy arcnak a mozgás fázisait is nyomon lehet ezáltal követni, úgyhogy az arcok nem fognak eltorzulni. Na most miért kell természetesen a Szentlélekről, mondjuk pünkös tájékán ilyen hosszadalmasan beszélni? Hát azért, mert a magyar történelemben nagyon sokszor megjelenik a messziről érkező, égből leszálló lélek, és vannak olyan királyaink, akiket éppen pünkösd vasárnapján koronáztak meg. Nagy valószínűség szerint Szent László ilyen király volt, tehát Magnus az ő testvére, akit nagynak neveznek, tehát első Géza királyról van szó, az ő halálát követő napokban, hangsúlyozom, ez feltételezés, mert a krónikák László király koronázásának napját nem rögzítik. De feltételezni lehet, éppen a szeretett testvérbágy távozásának időpontjából kikövetkeztetve, hogy nagy valószínűség szerint az a Bika havának elején történik, nagy valószínűség szerint, mivel a pünkösd az mozgó ünnep, tehát találkozhatunk vele Szent György, vagyis a Bika havában, és találkozhatunk vele az Ikrek havában is. De alapvető tulajdonságait tekintve a Szentlélek eljövetele általában ikrek-szerű viselkedést mutat. Na most van viszont egy olyan királyunk, akiről maguk a krónikák állítják azt, hogy pünkösd vasárnapján koronázták meg. Ki ez a király? Természetesen második András. És hát végeredményben a téma módosítást mégsem olyan irányba fogjuk módosítani, ahogy az elvárható lett volna, hiszen az elmúlt alkalommal sikerült felvázolni egy olyan évet, hogy a következő előadásokban második András és harmadik Béla király személyével fogunk foglalkozni. Igen ám, de éppen pünkösd és a Szentlélek okán Szent Lászlótól eltekinteni nem lehet. Tehát a magyar történelemnek egy bizonyos vetülete a Szent Lászlóság keretében működik. Képes krónika ezt nagyon szépen megörökíti, és halálos pontossággal, biztonsággal, figyelmeztető jellegűen ábrázolja is. Emlékezzünk vissza, a képes krónika azért képes krónika, mert tel is tele van gyönyörűen megfestett kis képekkel, vagyis miniatúrákkal. Ezek hol képkeretben, hol iniciáli belsejében jelennek meg. Az első képen Nagy Lajos királyt és kíséretét látjuk. Az utolsó képen pedig Károly Róberttel lehet találkozni, ahogy a fehér ló éppen menekíti őt, a bazarád ellen vívott, jogtalan, nem éppen jogszerű végzetes ütközetből. Tehát a képes krónikán belül
van egy kezdő, vagyis első kép, van egy végső, vagyis utolsó kép. Ilyen tagoláson belül természetesen felmerül a kérdés, hogy találtatik-e közepén kép. Tehát a képes krónika képanyagának kellős közepét milyen történelmi esemény vagy ki fogja kijelölni. Nem fogjuk elhinni, kettős arculatként jelenik meg, ugyanis egy választási lehetőség bontakozik ki. Ha Károly Róbert irányából jövünk vissza, hát ez feltételezés természetesen, de most már ismerve a történelmi múltat, ezt a feltételezést akár el is lehet fogadni. Egy testvérpárossal fogunk találkozni. A testvérpáros egyik tagját Salamonnak hívják, a másik tagját Dávidnak hívják. Na most innen tudjuk, hogy Károly Róbert a Kárpát-medencében milyen típusú műveltséget próbált meghonosítani. Egy olyan típusú műveltséget és kultúrát és vallást, amelynek vezér alakjai Dávid és Salamon. Ezt tovább nem is fogom ragozni. Ugyanakkor pedig, hogyha Szent Lászlót közelítjük, hát én Nagy Lajosra gondoltam, tehát a Nagy Lajos irányából közelítünk, ugyanannak a középső lapnak egyik oldalán megjelenik a Dávid-Salamon kettős. Ugyanannak a lapnak, mert egy lapnak két oldala van, a felső pontján pedig megjelenik Szent László király harca a kun vitézzel. El lehet dönteni, hogy melyik iker típusú kettőséget követi a magyar műveltség. És gondolom érzékeljük, hogy ez a 21. században rendkívül kiélezett módon jelenik meg. Az egyik nem vezet sehova, ténylegesen nem vezet sehova, maga a képes krónika írja le. Dávidnak és Salamonnak pedig nem voltak utódai. Tehát végeredményben is ezt a képes krónika úgy tárgyalja, mint egy isteni végzet, amely szinte isteni büntetésként jelenik meg. Nem lehetett folytatása ennek a vonalnak. Na most Szent László öröksége pedig gyakorlatilag kimeríthetetlen. De bizony a figyelmeztetés megjelenik. A magyar történelemben megjelenhet az a kettősség, amely nem a magyarságot fogja képviselni. Hangsúlyozottan és figyelmeztető jelleggel újra el kell mondani, hogy most ez a fantom kettősség határozza meg az éjszakát és a nappalt, az ébrenlétet és az álombeli világunkat. És ettől most már nagyon nehéz eltekinteni, és mégis megjelenik a kiút. Felfedezni azt az örökséget, amit Szent László biztosított a magyarság számára. Na most, ilyen vonatkozásban természetesen most megnézzük azt, hogy Szent Lászlónak és egyáltalán a Szentlélek tevékenységének, hát kicsit teológikus ez a megfogalmazás, de végeredményben még elfogadható. Hiszen keressük a művelődés történetünk vonatkozásában azt a lelket, amely tud lelkesíteni. Na most minél inkább tud lelkesíteni, annál inkább Szentlélek jellegű lesz a működése. Meg lehet találni? Hát ehhez képest most meghatározzuk azt, hogy mit lehet tudni hivatalosan a pünkösdről és a Szentlélekről. Na most mit jelent maga a pünköst? Ezt általában mindenki tudja, ez azt jelenti, hogy az 50. Na most erre 50-szer vissza lehet kérdezni, és akkor mi van? Hát tőlem lehetne a 62. is, vagy a 72. is. Tehát lehet érzékelni, hogy amennyire hivatalosnak tűnik és jónak tűnik a magyarázat, tehát ez a Pentekoszté, tehát ez jelenteni a görög nyelvben az 50-et, annyira másodlagos. Miért? Azért, mert a húsvétot pedig nem karácsonyhoz viszonyítva valahányadiknak szoktuk megnevezni. A húsvétnak a neve húsvét. Na arra is jön természetesen egy másodlagos magyarázat, és ez hogyan szólal meg. Hát mivel húsvét vasárnap már lehet a nagyböjt után, a hosszú böjti időszak után húst enni, hát ezért húsvét. Na most ezért piros betűs ünneppel egy feltámadást nem fognak megnevezni.
A húsvét nem ettől húsvét, hogy én elkezdhetek újra húst. Nem is akarom mondani, milyen szakkifejezéssel élve táplálkozás gyanánt magamhoz venni. Ez a húsnak a vétele. Tehát ez azt jelenti, hogy a halál utáni feltámadást testben, húsban és vérben követi egy új megújulásnak az időszaka. Tehát szó szerint ez az a pillanat, amikor a lélek saját húsvér testét visszaveszi, és harmadnapra feltámad. Na most ehhez viszonyítva mit tudunk mondani a karácsonyról? És itt már lehet érzékelni azt, hogy a szakrális éven belül meg lehet találni azt a három kimagasló időpontot, amely évről évre a szent ünnepek rendszerét meghatározza. Még a legnyilvánvalóbb módon úgynevezett gyermekek szintjén megjelenő műveltségtartományban is, de megjelenik természetesen felnőtteknek szóló módon is, ezek a bizonyos nagy évet áttekintő szakrális énekek. Most az egyik változatukban nagyon szépen a hármasságot veszik végre, jelenti magát Jézus egy éven belül háromszor. Háromszor jelenti magát Jézus az évkörön belül. Először jelenti magát karácsony napján, másodszor jelenti magát piros húsvét napján, harmadszor jelenti magát piros pünkös napján. Tehát a Jézusi megjelenésnek van egy szent háromsága, van három stációja, van három fokozata. Na most karácsonyról, mert ezt nagyon sokszor és részletesen már sikerült átvennünk, magának a karácsonynak a neve mit jelent? Tetszik, nem tetszik, pontosan tudjuk a jelentését. Nem valamilyen Kárpát-medencén belüli szláv nyelvből való kölcsönzés, ami azt jelenteni, hogy átlépni, vagy átjárni valamin, vagy valami akadályon átjutni, hanem ez ténylegesen a kerecsensólyomnak a neve. Na most pünköst vasárnapjának hajnalát, mi az, ami meghatározza? És ugyanakkor ez egy téli napfordulós ünnep. Tehát amikor a három stáció harmadik tagjához eljutunk, a felkelő napba nézve kit és mit fogunk keresni? Érdekes módon nem fogjuk elhinni. Keressük azt a kerecsen minőséget, amiről egyet lehet tudni, hogy a Szentlélek madár alakjában a napgömb napkorongnak a fényében meg fog jelenni. Aztán ki hogy látja? Mert nem az a lényeg, hogy én azt mondom, hogy galamb, nem az a lényeg, hogy azt mondom, hogy kerecsensólyom, mert nem. Tehát aki már látott ilyen jelenséget, tudja, hogy az első megrendítő élmény tényleg olyan, mint egy verdeső szárnyú madár. De ez a verdesés, ez természetesen a szárnyával azt jelenti, hogy itt már a szárnyas nap működése jelenik meg. Tehát igenis van egy nagyon szép nyomvonal, ahol ez a hármasság nagyon szépen megjelenik, és akkor nagyon gyorsan megnézzük azt, hogy a pünkösdből most már majd mit tudunk kigazdálkodni, de ezentúl meg kell nézni, hogy az Új Szövetségben, az apostolok cselekedeteiben, a pünkösdről, a Szentlélek eljöveteléről mi az, ami hitelt érdemlő módon megjelenik. Rendkívül tanulságos lesz. Már csak azért is, mert ez is, mint annyi minden, nagy valószínűség szerint a judeo-krisztián egyházat alapjaiban tudja megrengetni. Hát aki hallott már pünkösdi predikációkat, pontosan tudhatja azt, hogy a legritkább kivételtől eltekintve, amikor egyáltalán ha pünkösdről valami szót ejtenek, valamit úgy kerülnek, mint az a bizonyos jószága forrókását. Nehogy a nyelvek sorrendje előtérbe kerüljön. Hogy milyen nyelven nyilvánítódik ki ennek a tüzes lángnyelvnek az alapvető megnyilatkozása. Mikor elérkezett pünkös napja, tehát apostolok cselekedeteiből idézek, mindannyian együtt voltak. Na most tudni kell, hogy mindannyian együtt voltak, hogy az alap 12-esből, az apostoli 12-esből árulás révén kiesett egy Júdás nevezetű bajnok. Na most Júdás pedig nyilvánvaló módon nem tért vissza,
Tehát ez azt jelenti, hogy választott magának egy száraz fát, és száradó félben lévő lelkét ahhoz a fához rögzítette. Na most ez tragédia, mert Júdás igazi bukását nem az okozta, hogy ő árulást követett el. Hát emlékezzünk vissza, Szent Péter is elárult a mesterét. És ráadásul úgy, hogy előtte fogadkozott éjjel-nappal, hogy ő aztán soha nem fogja elárulni a szeretett mestert. Júdás nem fogadkozott éjjel és nappal, hanem úgy elárulta, hogy az csakna. Na most már a középkori teológiában felmerül egy nagyon szép okfejtés, és ez tényleg gyönyörű és példaértékű. Hogy tulajdonképpen a két áruló között, a két áruló magatartás között miért van mégis olyan hatalmas nagy különbség? Na most rövidre zárva, mert nem ez a főtétel a mai foglalkozásunk idejét figyelembe véve. Tehát mi az, amit itt ténylegesen elvált egymástól? Péter hitt a bűnbocsánatban és a kegyelemben. Tehát elárulja Jézus, de őszintén megbánja bűnét, és van akkora hite, hogy bizony, amit neki életében a mester állandóan hangoztatott, hogy minden bűnre van a bocsánat, azt ő tiszta szívvel, lélekkel tényleg elhitte. De most ezt a hitet, ez gyémánt keménységű és tisztaságú hitnek kell tekinteni, és tudni kell azt is, hogy a bűn bocsánattal és bánattal nem szabad visszaélni. Péter tényleg megbánta a bűnét. Na most Júdás hol bukott el? Úgy, hogy nem hitt az ingyen kegyelemben és a bűnbocsánatban. És ez tényleg tragédiához vezet, mert a mai világ gyakorlatilag Júdás nyomdokán halad. Nem hisz a megtisztulás lehetőségében, nem hisz az ingyen kegyelemben, és nem hisz a bűnbánatot követő, de ez ténylegesen belülről fakadó bűnbánat, az utána azon nyomban érkező bűnbocsánatban. Na most az apostolok pedig miután 11-en lettek, sorshúzás vonatkozásában ezek szerint az apostolok milyen tevékenységbe fognak? Most képzeljük el, sors. Sors bona nihil aliud. Csak jó szerencse és semmi több, mondja Zrínyi Miklós költő és hadvezér. Hát csak súgva merem megjegyezni, hogy a nagyegyház ilyen fogalmakkal már réges-rég nem tud mit kezdeni. Már réges-rég nem tud ezzel mit kezdeni. Na most ettől függetlenül az apostolok ebben az időben még nem bizánci pátriárkától vagy római pápától várták mondjuk a teológiai kiképzésüket, hogy mit lehet és mit nem lehet. De a sorshúzás útján eldöntik, két szereplő közül lehet választani, az egyik mellék nevén Justus, akinek a nevében már Just is benne van valami. Igenis, benne van a Just követő igazság is. Tehát már lehet érzékelni, hogyha a másik Mátyás, akkor Justus és Mátyás végeredményben összetartoznak, mert maga az igazságos Mátyásság jelenik itt meg. Na most kire esik a választás természetesen? A szerencse kit választ ki, és minden szerencse húzás mögött természetesen a szernek a képviselője, maga a Teremtő Atya találtatik meg. Bizony Mátyásra esik a választás. És amikor Mátyás belép 12-nek, visszavonulnak az apostolok egy belső szobába, és a húsvéti feltámadást, tehát a vasárnapot követő 50. napon, hát ezt az 50-et nyugodtan zárójelbe tehetjük, majd meglátjuk, hogy miért. Persze, hát szakszerűen 50. Tehát vitának helye nincsen. Megérkezik a Szentlélek. Na de milyen úton érkezik meg, és hogyan működik? Itt nagyon szépen minden, ami fontos ezen az úton, kifejtésre kerül. Tehát mindnyájan együtt voltak itt, egy zár 12-esről van szó. Tehát ez a zár 12-es kozmikus léptékben egy évköri 12-esnek a szabályszerű megidézése. És ez már kijelöli a Szentlélek működésének keretét is. Tetszik, nem tetszik. Bizony ilyen keretben jelenik meg, és ilyen keretben tud működni.
Tehát ugyanazon a helyen hirtelen zaj támadt az égből, olyan, mint heves szél zúgása betöltötte az egész házat, ahol ültek. Már lehet érzékelni, hogy mi találkozni fogunk majd a széllel, találkozni fogunk a zúgással, és nem akarok súgni, de Szent László lovának a nevét éppen erről a minőségről lehet felismerni. Majd látjuk, hogy miért, de megelőlegezem, hogy nehogy a hitetlenség vétsége az arcokon most azon nyomban kiüljön. Tehát tudnivaló, hogy általában a latin nyelvű szövegekben a magyar nevet, tehát Szent László lovának nevét így írják le. Na most ez akkor még nem ismeri mondjuk az é ilyenfajta jelölést, hogy rövid vagy hosszú magánhangzó jeleket. Na most mit jelent ez magyarul? Tényleg azt jelenti, hogy zúg. Tehát hatalmas zúgással érkezik a lélek, és ez repíti tovább természetesen a lelket. Tehát betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd pedig kettős tüzes nyelvek jelentek meg. Tehát nem elég, hogy tüzes nyelvek, szinte figyelmeztetnek bennünket. Kettős tüzes nyelvek. Na most az évkörön belül melyik az a hónap ebben az időszakban, amelyik kettős természetű? Természetesen az ikrek. Az ikrekben pedig a Merkur van otthon. Ez pedig mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a Merkur, ahol megjelenik, általában nem arról nevezetes, hogy szilenciumot tart és nagy böjtöt a szavak vonatkozásában, és nem mer megszólalni, hanem arról nevezetes, hogy bizony ez a beszédnek, a kommunikációnak, beszéd útján való kapcsolatfelvételnek a közege. Csak hogy ez egy kicsit magasabb szintről érkezik. Tüzes kettős nyelvek. Olyan, mint a tűz, olyanok, mint a tűz. Leszálltak mindegyikükre. Na most, ha én leírom azt, hogy leszáll, abban a pillanatban, ebben a minőségben, egy igei működés révén, kinek a neve köszön vissza? Hát bizony a Lászlóé. És azt sem szabad elfelejteni, hogy végig az Új Szövetségben, leginkább a János evangéliumában, Jézus, amikor a saját pályáját feltárja, általában ezt mindig ahhoz az úthoz igazítja, amelyet ő így fogalmaz meg, hogy senki nem mehet föl, senki nem szállhat föl, ha előtte nem felülről szállott le. Tehát egy felszálló, leszálló pályáról beszél ég és föld között Jézus, és figyelmeztet, mert a tanítványok eléggé sok kétséggel vannak tele. És mivel figyelmezteti őket? Ne nagyon ugrabugráljanak, ne akarjanak egyből felszökelni, mert senki nem mehet oda föl, de itt nem azt mondja, hogy senki nem állíthat létrát az ég széléréhez, hanem felszállni csak azt szállhat fel, aki már leszállott ide közénk. Tehát ez a szállásnak egy útvonala. És ugyanő szépen elmagyarázza azt, hogy ne féljetek, mert az én atyám országában sok szálláshely van. Igen, ám, de milyen nyelven tudom én ennek az üzenetét kifoganatosítani? Hát Szent László mit készít elő? Hogy hívják az ő szálláshelyét? Váradnak nevezik. És ez a Várad pedig milyen váradot jelent? Pap Gábortól ezt nagyon szépen meg lehetett annak idején tanulni. Hát a várad mit jelent magyarul? Hát nehogy már arra gondoljunk, hogy ez ott van valahol a Körös partja mellett Nagyvárad, és el van intézve az ügy. Ezért Szent László még nem lenne szent király. Ez a várad a te várad. És az a kérdés, hogy ebben a várban ki fog lakozni. De ha én tudom azt, hogy ezen az útvonalon ténylegesen megjelenik egy olyan minőség, amely felszáll és leszáll és felszáll, és egyszer csak ebben a működésben megjelenik a szállás, akkor előbb-utóbb várható lesz, hogyha hiteles a mi nyelvünk, hogy ezek a nyelvi minőségek szereplőkben igenis testesülni és telítődni fognak. Na most, tehát ekkor mindnyájan beteltek Szentlélekkel. Különféle nyelveken kezdtek beszélni, amint a Szentlélek megadta nekik.
A zaj a zúgás hallatára nagy sokaság verődött össze, és teljesen elcsodálkoztak, mivel mindenki tulajdon nyelvén hallotta őket beszélni. Most a Szentlélek munkájában van egy alapvonás. Mindenki megtalálja az igazi nyelvét, ha annak eljön a maga ideje. Na most ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy igenis nyelvében él a nemzet. Ez ugyanis anyanyelvi szinten fogja továbbvinni a Szentléleknek a működését. Tehát jegyezzük meg, anyanyelvi szinten. Tehát nem latinul, nem görögül, nem arámi nyelven, nem ez a lényeg, hanem mindenkinek az anyanyelve fog belülről megszólni, és itt egy olyan világban élünk, tehát ez a Jézus születése időszak, amikor a globalizáció a római birodalom révén már igen erősen terjeszkedett és terpeszkedett. Tehát ha az ember tudni akarja azt, hogy a globalizációnak vannak-e előzményei, akkor természetesen egy kicsit nézzen körül, hogy a római birodalomnak milyen célkitűzései voltak a maguk idejében. Gyakorlatilag túl modernek voltak azok a célkitűzések. Tehát ez azt jelenti, hogy autonómiát, nyelvi, kulturális önállóságot a birodalom területén hangzatos ígéreteket figyelembe véve sem lehetett meghonosítani. És ha valakinek valami nagyon nem tetszett, akkor még arra is képesek voltak, gondoljunk a kelták lemészárlásának időszakára, hogy egész egyszerűen népeket írtottak ki. És nem is akármilyen szintről irányítva, Julius Cézár. És ráadásul a modernkori Európa milyen gyökerek felé indult vissza? Nem keresztény gyökerek, hanem a római impérium alapjaira próbálják ezt az egészet újjáépíteni. No, tehát teljesen elcsodálkoztak, mivel mindenki tulajdon nyelvén hallotta őket beszélni. Íme ezek, akik beszélnek, ugye mindnyájan galileaiak. Na most tudni kell, hogy a történelmi esemény, amely történelem feletti csatlakozással rendelkezik, ez Jeruzsálemben található. Na most ezért meghökkentő és meglepetés erejével ható, ami innentől kezdve történik. Ugyanis galileaiak, nem, de ugye ezek galileaiak. Most kiről van szó? Ahány Biblia fordító, annyi lábjegyzet. Miért? Mert próbálják a lényeget elkendőzni. Majd nézzünk meg ilyen modernkori Biblia fordításokban Pünkösdi csodára vonatkozó lábjegyzeteket. Elképesztő. Gyakorlatilag megkezdődik egy olyan hálózat működtetése, ahol maga a lélek szorul gúzsba. És miért szorítják gúzsba? Meg ne tudjon szólalni. Hát Galilea ebben az időben mit jelent? Hát azt jelenti, amit a tartomány neve jelent. Galilha Goim mit jelent magyarul? Hát ez azt jelenti, a Galil lenne állítólag a tartomány, Goim többes számban a Goj, olvassuk össze. Nem zsidók országa, nem zsidók tartománya. Ezek szerint Palesztina északi részén nem zsidók éltek Jézus születése előtti időszakban. Le kell nyelnünk ezt a felismerést, mármint a következményt, már réges-rég nem zsidók éltek azon a területen. Miért? Azért, mert volt két olyan történelmi pillanat, amikor az egységes Izrael állam megszűnése után, amikor gyakorlatilag 10 törzs felszorult északra, 2 törzs Júda és Benyámin pedig Jeruzsálem központtal pedig maradt délen. Na most mi történt innentől kezdve a királyság kettészakadása után? És figyeljünk föl valamire. Jézus, amikor ószövetségi környezetet felelevenítő módon prédikál, soha nem Júdeáról beszél, hanem Izrael elveszített, elrabolt, elfelejtett bárányairól, és Izrael helyreállításáról, nem Júdeáiról.
Na most hiába vannak újabban ilyen állam alakulatok, meg nevek, ezt most nyugodtan zárójelbe lehet tenni. Igenis, a modern kori teológiai kutatásnak is ezeket már réges-rég figyelembe kellett volna venni. Mert újabban úgy próbálják a történelmet manipulálni, mintha mindenhol Júdea lett volna, és Júdea játszotta volna a főszerepet. Tehát felül van 10 törzs, és 2 hullámban, először az asszír időszakban, 720 tájéken, utána pedig Nabukodonozor király idejében, a babiloniai kor idejében lakosságcsere történik. Magyarul ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a 10 törzset széttelepítik. Jut belőlük szinte mindenhova, de leginkább Mezopotámia tartományaiba helyezik el őket. Na most tudni kell, hogy akárhogy fogjuk fel ezt a kérdést, tetszik, nem tetszik, alapon gondoljunk Dániel prófétára, Nabukodonozor udvarába. A király mellett volt a helye, tehát végeredményben nagyon rossz dolga nem volt. De a ketrec, ha aranyból van, akkor is ketrec, ezt el lehet fogadni. Tehát átszaladni a ló túlsó oldalára a hasa alatt, vagy átlendülni a tetején nem érdemes. Az más kérdés, hogy lehet élni és visszaélni bizonyos kapcsolatrendszerekkel. Na most ugyanakkor pedig 2 hullámban Mezopotámia minden területéről, és miért? Azért, mert ez is egy nagyon keserű pirula. A zsidóság Palesztina területén nem őshonos. Magyarul ez azt jelenti, hogy amikor bevonulnak Kánaánba, nem az ős hazájukba mennek vissza. Az az ország, az a föld már valakié, hosszú évezredek óta. És egy olyan területet foglalnak el, ami azelőtt soha nem volt az övék. Na most így térül vissza, vagy így csapódik vissza egyszer csak a történelem, hogy gyerekek, ti nem itt laktatok. És jön az asszír uralkodó, és áthelyezi őket máshova. Jön Nabukodonozor, a babiloniai uralkodó, és kicsit a maradékot is áthelyezi máshova. És közben egyfolytában történik Mezopotámia részéről, és általában leginkább a déli részéről, és ez rendkívül fontos tétel. Mert Mezopotámia déli, középső és északi területe nem egyenértékű. Tehát az úgynevezett ős mezopotámiai sumer műveltség főhadiszállása, ahol a legtovább meg tudtak maradni, az bizony délen volt. És leginkább déli területekről telepítettek be Palesztina északi részére, és ebben az időben a nagyhatalom Mezopotámiában, már nem ebben a 2 telepítési időszakban, hanem Jézus születése körüli időkben, előtte 250 éven át, utána 250 éven keresztül, pedig a pártus birodalom. Tehát mindezt tudni kell ahhoz, hogy egy kicsit tisztában lássunk. Galilea tényleg jogszerűen azt jelenti, hogy ott nem zsidók laknak. Ehhez képest Jézus honnan származott? A Galilea. Tehát végig ez köszön vissza. Názáret Galileában van. No, nem húzzuk itt az időt, mert egy kicsit messzebb kell természetesen jutni, vagyis a mi történelmünkhöz egy kicsit közelebb kell kerülnünk, de tényleg tudni kell, hogy amikor rácsodálkoznak, hogy galileaiak, akkor ezt nem véletlenül teszik, ugyanis folytatódik a leírás. Hogyan halljuk hát mégis mindannyian saját nyelvünket, amelyen születtünk? Na most ez okozza a legnagyobb gondot. Nem lehet tudni, hogy ezt az apostolok mondják, vagy azok, akik az apostolokat éppen hallják. Teljesen mindegy miért. Mert ebben az időben az ünnepeken, általában Jeruzsálembe, északról jönnek le a népek. És bemennek a templomba, és miért? Mert a jeruzsálemi naptemplom Dávidot megelőző előzményekkel rendelkezik. Tehát Dávid király egy zseniális, ma úgy mondanánk, etnikus húzással élve, éppen azért teszi Jeruzsálemet központtá és hagyja meg a szent helyet, hogy ezáltal a prozelita lét sokkal könnyebben kialakuljon. Tehát ez egy elzsidósítási, hogy úgy mondjam, hajlandóságnak volt a központja. De zseniális volt a húzás. Tehát nem eltörölte a régi kánaáni népek szentélyét, a régi palesztinai népek ős szentélyét, hanem meghagyta.
csak egy kicsit átépítette, és egy kicsit más próbált oda bejuttatni. Most innen tudjuk meg azt, hogy Galileából miért mennek le, nem azért mennek le, hogy JHVH, vagy Adonáj, vagy Elohim nyomdokába szegődjenek, hanem a kánaáni népeknek az olyan volt, mint nekünk a Kárpát-medencén belül, Pünkösd idején Csíksomjó. Tehát zarándok hely volt. És itt általában mindig az a legnagyobb meglepetés, hogy ilyenkor gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy az apostolokra vonatkozik, teljesen mindegy, hogy a sokaságra, mert mi derül ki? Az, hogy nem zsidók. Szó szerint ez derül ki. Ugyanis. Tehát hogyan halljuk mégis mindjárt ilyen saját nyelvünket, amelyben születtünk? Tehát van egy anyanyelvük, és mit hoz el a Szentlélek? Óriási a tanulság. Mit hoz el a Szentlélek? Az anyanyelvet hozza vissza. Hogyan halljuk tehát mindannyian azt a nyelvet, amelyben születtünk? Nem arámit, nem ilyet, nem olyat, hanem kezdődik a nyelvek felsorolása. Mi pártusok, médek, elámíták. Mi a kérdés itt? Innentől kezdve mi a kérdés a nagyegyházon belül? Az, hogy ezeket a szövegeket hogyan lehetne kifelejteni az új szövetségből. Mert teljesen egyértelmű a felsorolás. Akár az apostolok mondják, akár a körülálló sokaság mondja. Mi pártusok. Na most ez mit jelent? Ezzel a nyelvvel indul a Szentlélek nagy útja. Ez az első, amit megnevez. Jön a második, médek. Mi a gond a médekkel? Nem fogjuk elhinni. Méd területek azok a területek, amelyek közvetlen kapcsolatban vannak mindig a mezopotámiai őshonos műveltségekkel. Tehát általában a médeket a szkíták oldalán találjuk. Általában a médeket Nabukodonozor új-babilóniai káldeus megújulásának oldalán találjuk. Általában a médeket a pártusok oldalán fogjuk találni. Milyen oldalon nem találjuk soha a médeket? Nem is folytatom, mert nagyon könnyű kitalálni. Na most Attila király címei között, és ez megint figyelemre méltó, ezerszer el kell újra mondani, hogy egyszer bevésődjön. Emlékezzünk vissza, Attila király sokat magasztalt, emlegetett címére, amit minden krónikánk átvesz. És minden krónika kötelezőszerű módon rögzít. Attila Isten kegyelméből Bendegúz fia, Nagy Nimród unokája, Engadi neveltje, nota bene, Engadi, Palesztina területén létező település. Hol találjuk meg? A Holt-tengernek a nyugati oldalán. Ott van Engadi nevezetű település. De van még egy alapvető gond. Kicsit följebb ott van Táborhegy. És nem fogjuk elhinni a Tábornak arámi, vagy zsidó, vagy latin, vagy görög nyelven semmi jelentése van. Nincsen. Ott van mellette Szkítopolis. Szkíták alapította település. Fél lépést megyünk, már Árpádon vagyunk, megyünk onnan, eljutunk Aradra, onnan pedig Emesére. Akkor mi a gond, könyörgöm? Mi a gond egy galileai tartomány vonatkozásában? Az, hogy jelen pillanatban, pontosan Erdély vonatkozásában látjuk azt, ami abban az időben, Jézus születése körüli időben napirenden volt. Hogyan lehet Palesztinán belül egy nem zsidó területet teljes mértékben elzsidósítani? Na most prozelita, ez azt jelenti, hogy eredetileg nem zsidó izraelita vallásúnak született, hanem azzá lényegítették át. És majd itt is megjelenik ez a meghatározás, de én ezt már nem fogom idézni, utána lehet nézni a szövegben. Tehát bizony ott van Attila király címei között, hogy Attila médek, hunok, gótok, dánok királya. Világos? Médek. És van még egy kis bűbájos nagy gond. Minden krónikánk elmondja, hogy Attila viseletében milyen viseletet hordott. A médek viseletében járt Attila király. És úgynevezett halála előtt hova akart levonulni, rendet teremteni. Hát bizony Mezopotámiát akarta.
egy kicsit rendbe szedni. És meg is volt már ebben az időben ennek az alapja, hiszen a pártus birodalom bukása után vagyunk, és a szaszanida perzsa uralkodók gyakorlatilag ugyanazt tették, amit az akajmenida perzsa uralkodók. Tehát ami nem indo-európai, ami nem árja, az gyökerestől szaggatták ki azokon a területeken. Hát egyetlen pártus nyelvi emlék sem úszta meg végeredményben, a szaszanida uralkodók pártus nyelvi emlékeit, foganatosító pusztításait. No. Tehát visszatérve erre a nagy felsorolásra, és van még egy elámíták. Hát elámul az ember miért? Mert elámról is azt lehet tudni, hát ez leginkább a folyamköznek a déli szakaszánál van, és Szúza irányába, hogy gyakorlatilag elám mindig is szkíta, mindig is méd, mindig is pártusbarát volt. Tehát itt nagyon ősi fogalmak jönnek ám vissza, szinte utoljára csendül fel az, hogy mit jelent egy elámból származó elámita ilyen helyen. És szó nincsen arról, hogy a zsidóságnak ez tetszik vagy nem tetszik. Miért? Mert rádöbben mindenki, hogy lehet, hogy már jó ütemben folyik az átnevelés, de neki az anyanyelve mégiscsak pártus, neki az anyanyelve mégiscsak méd, és itt egy pünkösdi Szentlélek csoda keretében fogalmazódik meg minden. Tehát médek elámíták Mezopotámiának, Judeának, Kappadókiának, Pontusznak, Ázsiának lakói, halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit. Na, itt kezdődik Jézus Szentlélek által való újra megjelenése. Tehát végeredményben mindenki a saját anyanyelvébe kerül vissza. No, hát ennyit bevezetőként, és akkor most nagyon gyorsan, mert láttuk, hogy ez a Szentlélek eljövetele, ez egy kettős piros, kettős tüzes nyelveknek a hatalmas nagy ünnepe, és én most innentől kezdve csak írni fogok. Miért? Mert ez nyelvi kérdés. Tehát most megvizsgáljuk, hogy a pünkös mit jelent nem görög nyelven, hanem mit jelent magyar nyelven. Van-e jelentése? Hát ha a karácsonynak van, ha a húsvétnak van, most figyeljünk oda, mert a karácsonyt, köszönöm szépen, a szláv nyelvek felé próbálják a Kárpát-medencéből kilendíteni. Úgy a húsvét az megmaradhat, mert ezt nagyon nem lehet máshogy magyarázni, de itt is van egy nagyon alacsony szintű magyarázat, hogy újra lehet húst tenni. Nem erről van szó, hanem a feltámadott lélek az utolsó stációban, a testi feltámadás pillanatában saját testét fogja visszavenni. Tehát a húst és a vért a lélek visszaveszi. És jön a harmadik nagy ünnep, ez bizony a pünköst. Tehát ha a karácsonyról tudjuk, hogy Szentlélek típusú madár, tehát kerecsen sólyom. Ha a húsvétről tudjuk, hogy feltámadás ünnep, akkor a pünkösdről is lehet valószínűleg sejteni, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ez a pentekoszténak a tükörfordítás, hogy 50. Hogy aztán milyen koszt, vagy egyáltalán koszt lehet ez a pente, ez megint külön kérdés. De akkor kezdjük szépen egy egyszerű módon, tagoljuk. Tehát ez a pünkösnek az első szótagja, ez végeredményben rendelkezik egy olyan kapcsolatrendszerre, amit mi már Anonymus krónikájában is tetten érhettünk hajdanán. Emlékezzünk vissza, hogy Anonymus, és most válik izgalmassá az ügy, mert végig azt hajtogatjuk, hogy a Szentlélek vezetése alatt áll. Ő, mint P. Dictus Magister, Béla király híres jegyzője. Na most, az ő művében két betű szerepel, az egyik az, hogy P. Dictus Magister, ez a saját nevének lenne a kezdőbetűje. A másik pedig az, akinek ajánlja a művét, ezt megint rövidíti, csak egy N betűt helyezel a szövegben, ami leginkább egy ligatúrára emlékeztet, de N-be lehet tömöríteni. Na most,
ott már rá lehetett jönni, hogyha én végeredményben visszafelé olvasom, és figyelembe veszem, amit Anonymus állandóan mond, hogy világosság és fény fog írni itt minden mondatot a Szentlélek sugallata szerint, akkor az ember felismert valamit, hogy végeredményben itt egy olyan minőség jelenik meg, ami tényleg nap. Ez a jelentése. Na most a napnak természetesen milyen tulajdonsága a legfontosabb, és ez most már az eredeti fejtés irányába indul. A P-nek van-e valamilyen váltó hangja? Saját kategóriáit figyelembe véve. Hát ez egy PBVF mással hangzó családba tartozó hang. Tehát ez azt jelenti, a legkedvesebb példánkat megint Balassi Bálint okán kell mondani, mert ez még érthető és követhető. Akkor nyelvi kérdésekről van szó, lehet érzékelni, hogy ahelyett, hogy szárnyalnánk, gyakorlatilag elkezdünk együtt közösen bukdácsolni. Hát az, hogy Valentin vagy Bálint miben különbözik egymástól? Ugyanannak a névnek két arculata. Mi Bálintnak hívjuk azt, amit a világban Valentinnak mondanak. És miért? Azért, mert a B az egy olyan hang, ami az úgynevezett pöfögős mással hangzó kategóriába tartozik. Tehát lehet váltóhangja a B-nek a V, a P, a V és az F. Na most ez mit jelent? A P-nek természetesen lehet váltóhangja a B, a V, az F, és ebben az esetben mi értelemszerűen próbáljuk a tartalmat fölfejteni. Tehát nem nyakló nélkül, hanem ameddig a jelentés egy világon belül mozog, addig tovább lehet menni. Tehát a P-nek milyen váltóhangját fogjuk megtalálni? Például az F az szabályszerű váltóhangja a P-nek. Az N milyen kategóriába tartozik? Hát az úgynevezett nyámmogó, vagyis NMNY kategóriába. Az N-nek a váltó hangja pedig az eny. Magyarul ez mit fog jelenteni? Ez azt jelenti, hogy fény. Tehát szó szerint azt jelenti, hogy fény. Tehát végeredményben a pünkösnek az első tagozatában már megjelenik az, amit innentől kezdve nem is fogunk mi tovább bolygatni, tehát ezt meghagyjuk, és a többi jelentést majd ehhez fogjuk igazítani. Tehát ez ténylegesen azt jelenti, hogy fény. Na most van egy ilyen is, ez a pünkösnek a folytatása. Hát ez már sokkal egyszerűbb. Mert első neki rugaszkodásra az ember azt mondja, hogy mi az, ami itt történik évről évre ebben az időszakban. Áldott szép pünkösnek gyönyörű ideje, mindent egészséggel látogató ege, hosszú úton járókat könnyebbítő szele. Tehát mi az, ami itt történik? Tényleg csoda történik. Tehát évről évre a természet ilyenkor megújul. Mert Balassi Bálint tovább folytatja a versbe, csak én ezt most nem szó szerint fogom idézni, el lehet olvasni. Tehát mitől nyílnak a violák? Az jó hamarlovak mitől fickándoznak és szaladnak? Tehát kiderül, hogy egy hatalmas energiazuhatag érkezik a földre. És ez az energiazuhatag végeredményben az élet minden területét megújító, megelevenítő módon hatja át. Ezért tudja az ember most már egy kicsit felismerni azt, hogy Atya, Fiú, Szentlélek esetében ez a lélek mit jelent. Hogy miért hangoztatja minden korabeli írat és tanítás az, hogy a lélek az bizony magától a Teremtőtől van. És ezért kell mindig mindenkiért küzdeni és harcolni, és végeredményben ebben megjelenik egy olyan minőség, amit már tovább tudunk innen vinni. Mert az S egy sziszegős család tagja, vagyis például a Z, az S és az S tagja. Itt most legyen egy Z, és akkor itt a D-vel zárul. És akkor szabályszerűen mi az, ami megjelenik? Hát pontosan az, ami az ikrek havában a természet működésére jellemző. Most Molnár V. József ezerszer el szokta mondani, Pap Gábor pedig természetesen ezer egyszer, hogy ilyenkor minden felfelé törekszik egy nemes küzdelemben. Tehát ilyenkor minden viaskodik és küzd. És milyen irányt választ magának? Fölfelé.
Tehát fölfelé vezet az út. Tehát ez maga a küzdés lesz. Tehát szó szerint a fény küzdelmének nagy időszaka. Hát ezzel természetesen nem jutunk sokra, mert ez még akár feltételezés is lehet, tehát maradunk végeredményben a fénynél, ezt én most már rögzíteni fogom. Egyébként ez nem csak fényt jelenthet, hanem azt, hogy fönt. Na most honnan jön a lélek? Nem lentről, hanem föntről érkezik. Tehát ez az a fény, ami föntről száll le. Na most, megjelenik itt egy olyan, hogy egy K, egy S, és akkor lehet érzékelni, hogy többes számba lehet tenni magát a fényt is. Tehát fények, pünkös, tehát itt van egy nyámagos és egy KHG kategória, tehát itt már a fények, és ahol egy S így ásít önmagában, mi az, amire várni szokott? Tehát leginkább az S milyen irányba tud megszólítani bennünket? Én úgy vagyok, hogy 100 000 éve nézem, amit meglátok hirtelen. Aztán folytatódik a tanmese, mert 100 000 ősöm szemlélteti én velem. Tehát ha anyanyelv érkezik, és mindenkit saját származásában, nyelvében talál meg, akkor itt bizony megjelenik az az ős is, akit keresni lehet a fénynek a közelében. És akkor tényleg a fények ősét érdemes most már a pünkösdi fénycsodában és tüzes lángnyelvek csodájában keresni. Ha ezt tömörítjük, mert lehet tömöríteni, akkor érdemes a fényt az ősszel összekapcsolni. És akkor végeredmény a pünkösnek a legtömörebb tagozata maga a fényős. Na most atya és fiú vonatkozásában mindenkiben kinek a lelke van benne? Mindenkiben kinek a lelke? Annak az ősnek a lelke, akinek teremtője maga az atya és megváltója maga a fiú. És emlékezzünk vissza arra, hogy milyen kemény szavakkal dorgálja meg Jézus, nem csak a tanítványokat, hanem általában mindenkit, éppen a Szent Háromság működésének vonatkozásában. Mit mond a fiú? Ha az atyát valaki bántalmazza szavak és tettek által, akkor mi történik? Ha van bűnbánat, akkor van bűnbocsánat, és megbocsájtattak neki. Most magáról mit mond? Aki a fiút káromolja, bántalmazza, ott is lehet bocsánat. És egyszer csak jön egy drámai fordulat. Mert várnánk azt, hogy majd ott is lesz, de aki a szent lelket káromolja, annak égen és földön, és ezt a fiú mondja. Az a fiú, aki 1000-szer azt is hangsúlyozza, hogy 77-szer követnek el valamit, 77-szer kell megbocsájtani. És kiderül, hogy van valami, van valaki, és ez a Szentlélek. És a Szentlélek káromlására nincs semmiféle bocsánat. És az ember nem érti, hogy miért. De hogyha kezdjük szépen összelátni a Szentlélek útját, akkor egyrészt nyelvi vonatkozásai emelkednek ki, másrészt az ősök útja jelenik meg benne. Miért? Mert Ádám minden ember őse mitől lett ember? Hogy lelket kapott. És Isten őt végeredményben lényegszerűen éppen a lélekadomány vonatkozásában saját maga képére teremtette. Na most mi az, amit nem lehet káromolni? Hát ezt a minőséget. Na most mi az, amit naponta káromolnak éjjel-nappal? Hát természetesen a nyelvünket, de egyfolytában, természetesen az őseinket, de szintén egyfolytában, és van a Szentléleknek még egy csuda tulajdonsága. Ezt épp úgy tudjuk mondjuk a szabolcsi zsinatból, Szent László 1092-es törvényéből, mint Balassi Bálint Szent Háromsághoz írt verséből, hogy a Szentlélekben végeredményben még működik valami. Emlékezzünk a szabolcsi zsinat határozataira. 7. Gergely pápával ellentétben, ami Szent László királyunk, homlok egyenes egyházi intézkedéseket hoz hatályba.
Ez mit jelent? Ekkor indul Gergely pápával, Szent László kortársáról van szó, az úgynevezett nagy gregoriánus nagyegyházi forradalom. Magyarul ez mit jelent? Ha valaki pap, akkor természetesen ne házasodjon, ha valaki pap, az ne alapítson családot, ha valaki pap, hát nem is akarom folytatni. Erre jön Szent László király, és hogyan rendelkezik? Már a híres 1068-as kerlési csata forgatagában valamit tetten lehetett volna érni. Ha ezt a kérdést is úgy kerülik innen, kerülik onnan. A hatalmas csata forgatagában, kunok ellenében folyik a küzdelem, Szent László észreveszi, hogy az egyik kun vitéz egy szép magyar lányt próbál meg lóháton elrabolni. És Szent Lászlón átfut a villámcsapásszerűen a gondolat. Talán ez a lány, és most jön az azonosítás, a váradi püspök lánya. Mit ad Isten, hogy lehet a váradi püspöknek lánya? Segítek, ez nem judeokrisztianizmus a Kárpát-medencében, ez magyar kereszténység. És el kell dönteni, hogy melyik kereszténység rendelkezik valóban keresztény értékekkel. És aztán jön az újabb ráadás, amit már csak súgva merek elmondani, hogy végeredményben Szent László itt a jövőbe lát. Miért? Mert a váradi püspökséget ő fogja majd megalapítani. Tehát a krónika szövege is figyelmeztet, hogy itt már nem történelmi szinten vagyunk, itt már kozmikus, üdvtörténelmi szinten. Hát ezért vált a Szent László legenda a Szent László vallás alapjává. Tehát ő látja azt a váradot, amely váradnak van egy leánya. És amikor kiszabadítja ezt a leányt, Anzsú legendáriumból tudjuk, kit szabadított ki. Szép magyar lány, váradi püspöklány. Mi derül ki a leányról? Hogy ő maga Szűz Mária. Tehát Szűz Máriát szabadítja meg, és akkor kilakik a te váradban, ha Szent László alapítja meg. Hát bizony maga Szűz Mária lakik ott. Minden magyar nagyasszonya, Magyarország örökös királyné asszonya. No, tehát próbálunk tovább gazdálkodni, és innentől kezdve egy kicsit engedékenyebbek leszünk, ugyanis a fény az tényleg megmarad. Fény az megmarad, és akkor nézzük a pünkösd vonatkozásában a K, ez egy KHGG kategórián belül változtatható. És próbáljuk meg, hogy hova jutunk el a H hanggal. Tehát itt a köhögős, hát így is szoktuk mondani, köhögős. És hány mással hangzót írunk le? KHG, és még oda tartozik a G is. Tehát ezt a hivatalos nyelvész is így nevezi, köhögős, mással hangzók. Miért? Mert ezek egymás váltói lehetnek. Itt például, ha valaki a K-t nem tudja, vagyis a K-t igencsak szokták ejteni, de melyiket nagyon nehéz ejteni? Mi hozzá szoktunk, mert prímán és kitűnően megy. A H hangot az ember nem is gondolná. Hát a finnugor nyelvrokonság már itt megbukik. Vannak a beszélt magyar nyelvben olyan hangok, amely finnugor nyelvcsalád bizonyos nyelvei között egyszer nem is szerepelnek. Hozzánk legközelebb álló úgynevezett mansi-hanti nyelvrokonság egy nagy problémát tud felmutatni, legalább 10 hangunkat nem tudják ejteni. Tehát ami megvan a magyar nyelv hangkészletében, az nincs meg abban a hangkészletben. Hogy lehet akkor rokonságról beszélni, nyelvi rokonságról? No, tehát a H természetesen az S, Z, S vonatkozásban a Z, és akkor itt jön a D. Tehát hova megyünk? Fényhazád, vagy fényházad. Építsen az égre házat. És végig Szent László körül járunk ám. Szent László hogyan nevezi ezt az fényházat? Ezt nevezi váradnak. Előre megyek és szállást készítek. Nos, itt tudjuk meg, hogy ez a szállás, ez bizony lélekként bele szokott szállni a lelkünkbe, és ott szokott lakozni. És ennél nagyobb kincset tényleg nem lehet elképzelni. Aztán, kik szokták ezt a fényhazát megtartani? Most már akkor egyszerűsítjük. Tehát milyen lelkület kell a fényhaza megtartásához? Hát például a hős. És
általában a Szentlélekről lehet tudni, hogy hevületként jelenik meg. Hát az ihlet, mondjuk egy költő ezt tudja. Egy költő mikor érzi magát nagyon rosszul? Ha az ihlet hevülete a lelkét nem ragadja magával. Tehát olyan költő még nem találtatott, aki lelkében elkezdett hűvösödni, elkezdett kihűlni, és világra szóló verseket írt hozzá. Tehát ez maga a lehetetlen. Bizony tüzes lángnyelvek, kettős nyelvek, és a tűz már a hevület felé vezet. És hát nem is kell tovább magyarázni, hogy ugyanakkor pedig, ha visszajövünk a Z-hez a kategóriákon belül, akkor eljutunk magához a fényhozóhoz. Szó szerint fényhozóhoz. Na most, a fényhozó pedig végeredményben milyen névre hallgat? Fényhozó. Kettő van belőle. Az egyik az igazi, Vérus, a másik a hamis és álságos, Falsus. Lucifer, Vérus, ez mit jelent? Az igazi fényhozó. Ezt kivel szokták azonosítani? Magával, Jézus Krisztussal. És itt a luc, az mit jelent? Az magát, a fényt jelenti. Van ennek a magyar nyelvben, a lászlóság vonatkozásában érintett pontja? Hát a Lászlónak van egy tömörített neve, ugyanis az S az egy olyan sziszegős kategória tagja, amelynek legtávolabbi mással hangzói közé oda tartozik a C is és a C is. Na most a mi Lászlónk, amikor tömörül, akkor nem Laóce irányába indul el, hanem ha megjelenik ez a laciságad, de ez a luca fény felé mozdulán vissza. Tehát ez az a bizonyos fény fi. Ez maga a lászlóságnak a lényege. No hát ennyit a pünkösnek erről a fajta nyelvi viselkedés rendjére, és akkor most jön a László névnek a értelmezés. Hát ez pont ilyen viharos, ilyen ereszkedett időre való, mondjuk az ilyen nyelvi fejtegetés, de hát a pünkös már csak ilyen nyelvi kérdések vonatkozását veti fel. És hát a végén majd ki fog kerekedni, már sejtem, hogy mi lesz a vége, ezért mindenkit türelemre tudok inteni, és valami lelki derűre próbálok hangolni, ami nagyon nehezen megy, mert lehet érzékelni, hogy nagy a nyomás. Tehát, hát valami éppen száldogál lefelé, csak hát az lehet, hogy nem pont ilyen kategóriák közé tartozik. Tehát a Lászlónak bizony most leírom, tehát az egyszerűség kedvé, nyelvpörgetés útján, hogy mit jelent a László, nem fogjuk elhinni. Nem a Vladislavból származik, vagy Vladislavból. Horribile dictu pedig nem a Ladislausból származik. Én tudom, hogy mindenre hajlandó a nyelvészet, én viszont nem vagyok mindenre hajlandó. Ha valaki nekem megmagyarázza, hogy a Ladislausból hogy lesz László, akkor nyelvhelyességi Nobel-díjra fogjuk természetesen előre terjeszteni. Most már egy pontosítani kell, mert irodalmit annyit sikerült kiadni, hogy most már valami változtatásra van szükség. A Ladislaus, az Ladislaus. Van egy nagyon makacs, mással hangzó a Ladislaus névben. És ez nem hajlandó kikerülni onnan. Ez pedig a DTT kategóriába tartozó, jelen esetben D. Na most a Lászlóban pedig nincs ilyen hang. Magyarul ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a Vladislavnak, a Ladislaus lehet megfelelője. Tehát itt a latin nyelv és a szláv nyelvek nagy családja itt egymásra találhat. A László viszont nem. Miért? Mert a László csak úgy most haza fogok beszélni, és akkor érthető lesz. Ha valaki meg tudja magyarázni, hogy a Lodovikusból hogy lesz Lajos, nem lehet megmagyarázni. Ugyanaz a probléma, mint a Ladislaus László eset.
Tehát van egy olyan név, amit elfogadnak már a középkorban, mert nem tudja lefordítani, nem tudja hangzósítani. Egyszerűen csak rámondja, hogy legyen az, és akkor onnantól kezdve nem lesz gond. Viszont a magyar királyi nevek között a Turul nemzetségben, mert azzal szokták magyarázni a László nevet, hogy végeredményben, mivel Béla az a Vazul fiak egyikeként kikerül Lengyelországba, amikor menekülniük kell a Vazul fiaknak a Kárpát-medencéből, hát természetesen Lengyelországban alapít családot. Egy Rikéza nevezetű lengyel hercegnőt vesz feleségül. Ez egyébként a Rékának a csodálatos váltópárja. Tehát Béla feleségül veszi Rikézát, és ennek lesz majd az egyik gyümölcse László. Mivel, most jön a hivatalos magyarázat, mert az oknyomozó történeti írás mindig szeretne valamit találni, ami nem Kárpát-medencéből származik, jön a csodálatos magyarázás. Mivel a lengyel az egy szláv nyelvet beszélő név, ezért nyilvánvaló módon azt a nevet kapja Vladislav vagy Vladislav, ami a szláv nyelveken azt jelenti, hogy dicsőség, meg egyebek, és vég nélkül lehet ragozni. Csak van ennek egy bökkenője. László név, László elődökkel, a Vazul fia kikerülése előtti időszakban is van Magyarországon. Hát emlékezzünk vissza, hogy maga a krónika bocsájtkozik bele egy fejtegetésbe. Béla nem Vazul ágáról származik a Turul nemzetségnek, hanem arról az ágáról, amit Szárnak lehet nevezni, és aminek László a neve. Mert a Vazul fiak Szár László ágából származtak. Tehát van Szent László születése előtt, Kárpát hazán belül egy László minőség. Tehát jelen van, és magyar név, gondolom nem kell ezt külön hangsúlyozni. Tehát a László, mivel ezek beszélő nevek, tehát minél ősibb egy név, minél inkább archaikus vagy régi, annál inkább beszédes. Tehát van jelentése. Nem személy név gyanánt fontos, hanem nomen est omen alapon. Tehát a név az már jel lesz. A névnek már jelentése van. A név olyan erős kategória, hogy akár életeket is meg tud határozni, sorsokat is el tud dönteni. Általában az ember akkor kerül saját pályájának csúcsára, amikor saját nevét lelki küldetése révén egyszer csak be tudja tölteni. Na most vannak ilyen nevek fölismerhetők. Most direkt nem fogok egyet-kettőt mondani, mert akkor nagyon messzire találnánk el. De egy biztos, nem mondom mégsem. Tehát lehet, még ma is működnek nevek, csak tudni kell róluk valamit. Legyen jelentésük. És ez a név már ősi magyar jelentésvilág felé vezessen vissza. Mert minél ősibb hangsúlyozottam, annál nagyobb és mélyebb múltú a jelentése. A Lászlóban, hát ne felejtsük el, ez Turul nemzetség. Tehát ez azt jelenti, hogy egy Turul nemzetségből származó férfiúnak vagy lánynak csak olyan nevet lehet adni, amely a Turul tulajdonságainak egyik arculatát mutatja meg. Na most ez lehet belső tartomány, és akkor tudom, hogy ez a Béla nevekben fog megmutatkozni, Béla királyok szentséges sorozatában. Na de a Turulnak mi a legjellemzőbb szokása, és magának a Szentléleknek? Hát az, hogy van egy képessége, ez pedig a szárnyalásnak a képessége. És felülről nagy magasságból érkezik, és úgy ölt testet, hogy felülről szállott alá. Tehát végeredményben ez maga a leszálló. Tehát László neve azt jelenti, hogy leszálló. Ha ez már megvan, akkor tovább lehet menni. Mert mégiscsak ebben a névben, most már tovább haladva a nyelvpörgetés útján, további tartományok jelennek meg. Hát Lászlónak a lováról részletesen beszámol a krónika, a legenda és a monda. Tehát végeredményben teljesen egyöntetű a hagyománya Lászlónak, hogy László ló nélkül elképzelhetetlen. És milyen lova van neki? Hát táltos lova van. Na most a táltos ló az hogy születik meg? Hát itt visszatér egy hevület, mert a László névben, és itt most a sziszegősök
mentén egy Z jelenik meg, az L az megint megmarad, és hova jutunk el? Hát eljutunk egy olyan lóhoz, amely parazsat eszik, tehát hőenergiát szabadít fel, és ezáltal nőnek meg a szárnyai. Ez tömörítve a lászlóságon belül mit fog jelenteni? Lázló. Tehát a lászló az maga a lázló. Maga a hevület által működő, világhírű táltosló. És azért a lázról valamit tudni kell. Általában betegség okán, hogyha nem viszi túlzásba, ez a tisztulásnak az első fázisát jelenti. Tehát akkor már a szervezet elindul belülről, elkezd a betegséggel hadakozni, és bizony a láz az, ami szépen kiégeti azokat a fertőzöttségeket és egyebeket, amelyek a szervezetet azelőtt legyengítették. Na most megnézzük ennek a lázlónak, hogy milyen tartományai vannak. Milyen tartományai? Most csak a ló minőséget járjuk körbe. Hát ha tudtam volna, hogy ennyire nyelvészeti lesz a nyelvcsodás napunk, akkor lehet, hogy bele sem merek fogni ebbe a vállalkozásba. De néha bele kell tekinteni a jegyzetbe, és az ember elképet, hát még a nyelvpörgetésnek még az elejét pörgetgetjük, de hát a végére majd csak el fogunk jutni. Na most, tehát ez a el megmarad, tehát a lászlónak, tehát amikor most már keressük a további jelentéseit. A Z az egy S-be váltódik át, és az L megint megmarad. Na most milyen lova lehet a mi Szent Lászlónknak? Én vagyok az első és az utolsó. Mire lehet gyanakodni ebben az esetben? Hát ez maga az első ló. Na most a világ első lova eredetileg hol mutatkozott meg először? Lent a földön, vagy fönt az égben? Hát ez egy csillagképnek a neve, és egy téridő egységnek, állatövi jegynek. Melyik ez a csillagkép, melyik ez az állatövi jegy? Ez maga a ló, nyugati névadással ez a nyilas. Miről nevezetes a nyilas, vagyis ló csillagképe, vagy téridő egysége? Hát arról nevezetes, hogy földről nézve pontosan a csillagkép a tejút központja felé vezet be bennünket. Tehát egy teremtői gócpont irányába található az a ló, aminek az a neve, hogy első ló. Tehát szó szerint az első minőség. És tejút energiákat mozgósít, ezért rendkívüli, ezért telíti a földön a tejút energiákat, tehát telítés révén mi lesz a neve? Táltosló. Na, csak azért kell tudni, mert mi elfelejtkezünk valamiről. Magyar mitikus történelemben háromszor tér vissza az, hogy első. Háromszor jön vissza. És mindig királyra vonatkoztatva. Ki az első király a földön? Nimród. Ki az első király a Jézus születését indító világhónapban? Először Attila, és aztán pedig ugyanúgy első magyar király, Szent István. És amikor Jézus állandóan hangoztatja, hogy gyerekek, van egy óriási nagy gond. Én vagyok az első, én vagyok az utolsó. Akkor ne a görög ABC első és utolsó betűjére gondoljunk. Miért? Mert a görög nyelven kívül még vannak nyelvek a világban. Hogy lehet azt a sületlenséget elhinni, hogy Jézus azt mondja, hogy alfa görög ABC és omega görög ABC, első és utolsó. Hát mikor beszélt ő Galileában görögül, könyörgöm? Mikor beszélt a jeruzsálemi templomban görögül? Ez pontosan olyan, mint a pünköst. Nagyon jó, van jelentése, de nem a fővonalba. Harmadlagos és huszadlagos jelentéssel rendelkezik. Valakinek itt tetszik, akkor maga Jézus a görög ABC. Ehhez képest sem a görög nyelv, sem a görög mentalitás nem így viselkedik. Márpedig amilyen a nyelvünk, gondolom ezt is már megtanulhattuk, amilyen a nyelvünk, olyan tetszik, nem tetszik a gondolkozásunk. És miért? Mert nyelven gondolkozunk.
Most itt lehet azzal a tragédiával szembesülni, hogyha egy nyelv himnem, nőnem, semleges nemre szeleteli fel a világot. Gondoljunk a klasszikus példára. A német nyelv nagyon magas rendű nyelv, filozófikus nyelv. Olyannyira, hogy már a középkorban voltak olyanok, csak nem tudom, hogy milyen alapon, mert a középkori németet az újkori német már nem tudja megérteni, és nem is ismeri fel. És ráadásul a nyelvjárásbeli különbségek, a porosz, a bajor, a szász pedig még ma is csak akadozva értik meg egymást. Na de legyünk nagy lelkűek. Megjelenik a három nem. És például a napot milyen nembe teszi a német nyelv? Nő nembe teszi. Most innentől kezdve egy németre sem lehet néhány világháború kirobbantása miatt, egyébként nem csak ők robbantották ki, de hát ha egy népet ennyire lehet beugratni, és utána így megy neki fejjel a falnak, hát az bizony megérdem. Következmények miatt egy kicsit a történelem veszélye őket is meg fogja határozni, és büntetni fogja. Na most itt mi a lényeg ebben az esetben? Hát amikor Jézus magáról azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága, Sol Justitia, igazság napja. Most képzeljük el egy germán nyelven belül. Az egész már bukik. Már a nyelve nem követi a megváltás műveletét. Nem is tud mit kezdeni a kereszténységgel. Hát nézzük meg, hogy milyen bajor földön mondjuk egy úgynevezett német oltár. Miről nevezetes? Ez az ariánizmus továbbélésének hozadékaként jelenik meg. Minden templomban naturalisztikus módon megörökített véres test csüng a keresztfán. És igazából meddig nem jutnak el? Az, hogy nem csak meghalni lehet a kereszten, hanem utána harmadnap felszoktunk támadni. Ez már nem megy, és nem is tudja, hogy mi az, ami feltámad. Tehát, hogy érthető legyen, nagyon fontos ám a nyelv. Hihetetlenül fontos. No, hát éppen ezért ennek az első lónak a jelentése, ez tényleg rendkívül fontos tétel. No, ugye? Jobb lesz most már figyelni, mert még nagyobb bajok is lehetnek. No. Aztán, milyen lehet ez a ló minőség? Még mindig a lázló, tehát ne felejtsük el, László az egy lényegű magával a lovas tulajdonsággal, tehát a ló tulajdonságával. Hát a magyart minden időben milyen nemzetnek tartják? Lovas népnek, nemzetnek. Képes krónikán, ha megjelenik fehér ló ábrázolás hangsúlyosan, akkor ott a fehér lovon keresztül kit mutatnak meg? A magyarság azon történelmi helyzetben megmutatkozik. Szerepét tárja fel. Ha véletlenül egy fehér lovon, ilyen esetben látunk mondjuk egy Fülöp Fermói püspököt, úgy rajta ülni, ahogy nem illik, és látom azon a miniatúrának, hogy a lónak a gerincvonala úgy van meghúzva, ahogy a gerince törte lónak, és a következő pillanatban ugyanazon az oldalon látom Kun László királyt kiterítve halva feküdni, akkor ez mit jelent? Az ország gerincét próbálta megroppantani, és ennek az áldozatát, tehát az, hogy ez nem sikerült, ez Kun László eszközli. Mert az ő halála a lovat mégiscsak meg fogja menteni. De a fermói püspök pápai irányítással nem erre törekedett. Hát itt a Kun László históriánál ezt az időszakot részletesen átvettük. Na most egy biztos az el, egy olyan kategória, amit LRJ-nek neveznek, ez is nagyon egyszerű, könnyen érthető. Hogyan? Hát onnan lehet tudni, és itt mindig a beszédhiba az árulkodó, tehát jegyezzük meg. Tehát az ember azt tapasztalja, hogy gyakorlatilag csak beszédhibás esztergomi érsekek követik egymást, akkor egy kicsit érdemes észhez térni. Mert a Szentlélek ezek szerint nem úgy működik, ahogy az ember elvárná. Na most az, hogy a mai a sziszegősökkel semmit nem tud kezdeni, ez egy külön tétel, majd figyeljük meg, hogy hogyan alkotja a szavakat. Súlyos beszédhiba, de nagyon súlyos. Na de az előző, és ők képviselték a bíborosok testületében a magyarságot. Az egyik ebbe az irányba beszédhibás nem tud magyarul, a másik abba az irányba beszédhibás nem tud magyarul.
És ráadásul ezeket a beszédhibákat, kicsit kemény lesz, amit mondok, de ilyen etnikus, specifikus mérce alapján is könnyen be lehet határolni. Nem tudni, hogy miért így működik a világ, és így működik a nyelv. Tehát aki az R-t nem tudja kimondani, az előbb-utóbb az L felé löki el. Tehát a LRJ kategórián belül most jön egy R, itt a SZS-nél, a sziszegősöknél jön egy S, és itt pedig jön egy L. Tehát milyen lesz ez a ló? A legerősebb fokozat, tehát ez az erős ló. Hát ha egy táltos ló nem lenne elég erős, akkor nem tudna például a parazsat sem enni. Mert nem fogjuk elhinni általában, a lovak nem esznek parazsat. Tehát a népmesében nem azért került bele életképi jelenetbe, hogy kimegy természetesen az istállóba a gazda, és hívja a családot, hogy nézd anyjuk, a ló már megint eszi a parazsat. Tehát ha ezerszer megy ki, ezerszer tol elé parazsat, akkor sem fog parazsat enni. Tehát tudni kell, hogy itt hőenergiát kell felszabadítani annak érdekében, hogy ez a ló tulajdon népünk, nemzetünk, minden össze együttműködő ereje, ez a jelenből a jövő és a múlt irányába bennünket lendíteni és utaztatni tudjon. Hát ez már, mikor szárnyal a ló, vagyis repül, ez egy révülési útként fog megjelenni. Tehát az erős ló, és most jön a legérdekesebb jelenség. Most ne felejtsük el, pünkösd a témánk. Csak egy kicsit hazai tengelybe állítva. Van-e valamilyen virág, amely pünkösd alkalmával főszereplő? Hát a pünkösdi rózsa. Rózsa nélkül nincsen pünkösd. Na most van egy ló, és az erősről már Szent Erzsébet rózsája okán megtanultuk. Hát ha van erős vitéz a magyar népmeségben, akkor ez meg szokott jelenni virágnéven is. És általában fiú lesz belőle, és nem lány. Rózsa és ibolya például. Rózsa és ibolyából melyik lesz a fiú, melyik lesz a lány? Hát elég nagy baj, ha ezt valaki nem tudja. Mert a női nem bájosságát innentől kezdve össze fogja téveszteni a férfiúi erények erősségével. Tehát az erős a rózsa lesz a vitéz, ibolya pedig lesz a megváltásra váró kis királylány. De ugyanakkor majd rózsa is lehet leány. Miért? Mert ez egy virágminőség, tehát világminőség. De általában itt megjelenik majd az a minőség, és itt azért tudni kell, hogy amikor a parazsat eszi ez a ló, tehát hogy érthető legyen, ennek a parázsnak van a néphagyományunkban egy nagyon szép vetület, ezt Molnárvi József éppen pünkösdokán részletezni szokta. Andreas Bokrétász jól megfog lovat kantárját, ne tipossa, ne tapossa a pünkösdi rózsát. És mi derül ki erről a pünkösdi rózsáról? Az, hogy ez maga az a parázs, amit a ló magához vesz annak érdekében, hogy egy kicsit megtáltosodjon. Tehát ha az ikrekben van a pünkösnek általában az ünnepe, vagy ikrek természetű az ünnep, ikrek túloldalán a nyilas van. Nyilas váltópárja a ló. És az ikrek levegős elemű, a nyilas pedig tüzes, tüzes lángnyelvek. Tehát a tejúton zubog végig az a Szentlélekben működő energia, ami aztán így fejti ki a működését. Tehát megjelenik ebben az erősben a rózsa is, tehát rózsaló. Na de hogy találkozik a rózsa lova Szent Lászlóval? Szó szerint fogok felidézni egy olyan gyermekjátékot, amelyet már a 19. században éppen Cserhalom, vagyis Kerlés térségében jegyeztek le. Abban az időben Erdélynek azon a területén még túlnyomó részt magyarok éltek. Tehát gyermekjáték, pünkösdi gyermekjáték. Piros rózsa, égő piros rózsa. Kejhedet nyisd ki egy-két szóra. Tehát gyermekek éneklik. Van dallama is, de én most ettől eltekintek. Csak a nyugalom kedvéért. Mondd meg nékünk, merre lépett László király lova.
Tehát hogyan indul? Piros rózsa, égő piros rózsa, kelyhedet, tehát a virág kinyitja a kelyhét egy-két szóra. Mondd meg nékünk, merre lépett, merre haladt Szent László lova. Rózsa fakad, hova lépett, piros csipke rózsa. Na de melyik nyelvből tudom én ezt levezetni? Tehát Pünkösd az a nyelvcsodáknak a birodalma. Tehát gondolom érzékeljük, igenis olyan nyelv van a birtokunkban, amely az egész világ működését le tudjuk írni. És nem kell azon tűnődni, hogy ez most nő nem, hím nem, vagy semleges nem. Mert abban a pillanatban eltévedünk. De most soha az életbe az ember nem vetemedett volna László nevéből, hogy eljusson a rózsaló fokozatára. Ha nem a pünkösdi ünnepkör gyermek játékai figyelmeztetnek rá bennünket. És van aztán folytatás is, ugyanis a hagyomány szerint László király véréből, hiszen a kerlési ütközetben, a híres cserhalmi ütközetről van szó, hát ő több sebből vérzik. És nem csak Szent Erzsébetnek van pirnyagos szép rózsája, hanem a piros csipke rózsa honnan származik? Szent László véréből, Szent László vérének minden cseppjéből tartja a Kárpát-medenci néphagyomány, piros rózsa virágzott. Na most akkor találkozik László neve ezzel a virág minőséggel? Nyilvánvaló módon találkozik, de itt most már tömörítenünk kell, és egy 15. századi Szent László énekből idézek ének Szent László királyról, 14. strófáját fogom felolvasni. Mondani és tudnám, de ha véletlenül kimarad egy névelő, abból tragédia lenne. Ez az a híres Szent László ének, ami úgy kezdődik, hogy üdvözlégy kegyelmes Szent László király, Magyarország édes oltalma, szent királyok között drága látos gyön, csillagok között fényességes csillag. Ez az első szakasz, és most jön a 14. Fejedben kele a szent korona, megbátorejt a téged a szent lélek, kezdét követni atyádnak életét. Rózsákat szaggatál, koronádba fűzéd. Na most mi az, ami itt találkozik már egészen más szinten? A magyar szent koronát kiderül, hogy a Szentlélek működteti. Ezért a magyar szent korona feliratai között, ha szembe állunk a magyar szent koronával, mondjuk alattvalóként abban a pillanatban, amikor a király fején van, és én arra vagyok kíváncsi, hogy a királyunk miért van ilyen révült állapotban a koronázás pillanatában. Honnan tudjuk, hogy révült állapotban van? Hát ezt is már ezerszer végigvettük alkalomattán. Hát emlékezzünk vissza, hogy a szertartásnak van egy olyan pontja, pillanata és mozzanata, hogy a királynak már a fején van a korona, odalépnek az érsekek és a nádor ispán, megfogják őt, fölsegítik, mert valószínűleg térdelő helyzetben kapta a koronát, de magától nem tud fölállni. Vagy jobb, hogyha nem hagyjuk, hogy magától álljon föl. Most el lehet hinni azt, hogy egy magyar király arra vár, hogy őt szépen fölsegítsék. Daliási fiú ember korában. És így vezetik el az érsek és a nádor ahhoz a székhez, a trónushoz, amiben beleültetik. Most ezekből az apró mozzanatokból lehet tudni, hogy tulajdonképpen a király ebben a szakaszában a koronázási szertartásnak tényleg ott van, ahol a korona révén el lehet jutni. Hát itt a keresztpántok találkozásánál kit ábrázoló zománckép van? A teremtő Atyaisten fiú képében megörökítő zománckép. Kezdjét követni atyádnak életét. Kinek az életét? A teremtő atya életét. Nem Béla királyról van szó, az ő édesapjáról. Hát koronázás pillanatában vagyunk. És aztán jön a
folytatás, hogy fejedben kele a szent korona, szinte az ember nem is tudja, hogy maga Szent László keletkezteti-e a szent koronában működő erőt legvégső szinten, vagy pedig ténylegesen a fejére kerül a szent korona. Tehát a nyelv itt két olvasati lehetőséget biztosít. Megbátorít a téged a szent lélek. Most a szent lélekről sok mindent lehet tudni, de leginkább azt kell megtanulni, hogy bátorító erővel rendelkezik. Tehát a bátorság nem a vakmerőség, az igazi férfiúi bátorság, az mindig lélek jelenlét függvénye. Így is szoktuk mondani, megőrizte a lélek jelenlétét. Most ez nagyon nehéz ügy. Klasszikus példát ilyenkor az ember el szokott mondani, nem azért, mert tapasztalta, hanem azért, mert Jézus szavai tényleg melbevágó módon hatnak. És ő ráadásul tanítványokhoz intézi ezeket a szavakat. A lélek kész, de a test erőtlen. Na most ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy én képzelhetek lelkemben akármit. És abban a pillanatban, amikor a nagy sorspróba megtörténik, lehet, hogy a testem fölmondja a szolgálatot. Mindent el lehet róluk képzelni. Kiderül, hogy hiába bírja mondjuk egész éjszaka, és tényleg nem vesz magához ételt, nem vesz magához italt, szépen rendezi a haját, arcát is rendbe teszi, fehér inkbe bújik, és mi történik abban a pillanatban, amikor az zörgést meghallja? A lélek kész, de a test erőtlen, hordágyon kell kivinni. Tehát van egy ilyen kategória, hogy megbátorít a téged a szent lélek. Tehát ahol a szent lélek megjelenik, ott természetesen a test is a helyére kerül, és nem omlik össze. Na most itt a Szent László himnuszban ez rendkívül fontos, ugyanis megy szépen tovább a szöveg, atyádnak életét követed, rózsákat szaggatál, koronádba fűzéd. Na most mit keresnek rózsák a koronával való viszonylatban? Hogy fűzi bele a koronájába? Hát sehogy, milyen világosság jelenik meg a rózsa útján. Hát ha a rózsának az erős a névváltozata, a virágnak pedig a világ, akkor mi az, ami áramlik a szent koronában? A legerősebb világosság teremtés központjából érkezik, tehát az atya köldökéből, ez a szent korona felső emeletén az atyát ábrázoló zománckép kellős közepén meg is jelenik. Ott van a kis felpermezett luk, pontosan az atya köldökpontja. Ebbe kerül bele a kereszt, ez hívja le azt az erőt, ami innentől kezdve viszont már szentlélek telítettséggel rendelkezik. Miért? Mert leszáll az abroncsra, elvégzi a maga pályáját, és utána mi történik? Valahol fel kell lám szállni. Na most ilyen pillanatban a király nyilván nem azt fogja számolgatni, hogy hány stáción keresztül ment már a fény a felszálló-leszálló pályán át, hanem révülésben van. Szó szerint révülésben van. No, tehát ennyit erről a rózsáról, és akkor, mármint a rózsalóról, jön természetesen vissza a László név, a leszállóval, és akkor most megnézzük, hogyha az LR-jén belül mondjuk, az L az nem R-t kapja meg, hanem a J-t. És akkor nyilván már egy minőséggel indítunk. Ez most már nem a ló lesz, hanem a jó, de megtudtunk valamit a lóról. Miért fontos tiszta fehér fokozatában? Mert lóerőben a jóság érkezik. Hát ne felejtsük el, kozmikus szinten a teremtés központja, kihelyezett központja, az bizony a nyilas csillagkép irányába bent a tejút központban található. Tehát elképesztő erő, energia többlet mutatkozik ott meg. Nem is tudja az ember felfogni. Hát ehhez képest egy fiúi, egy napszerepkör már sokkal könnyebben nyomon követhető. De ezért mondja Jézus nem egy alkalommal, mit mond, én és az atya egy lényegűek vagyunk, de aztán valamit még elmond, az atyám sokkal hatalmasabb nálam. Na ez az igazsága Jézusnak csak kozmikus szinten igaz. Kozmikus szinten bizony sokkal hatalmasabb nála az atyai képviseletnek a központja, mint a fiúinak, és ezt ő maga mondja el. No, az S az megmarad, és az L különben akkor is el, hogyha három L-t írunk le. Tehát tudni kell azt, hogy erős vagy nem erős ejtésben ugyanúgy el.
Na most, mit lehet tudni erről a Szentlélekről? Áldott szép pünkösnek gyönyörű ideje, mindent egészséggel látogató ereje, és aztán jön a hosszú úton járókat könnyebbítő szele. Nagy szélzúgást hallanak. Emlékezzünk vissza, tetszik, nem tetszik apostolok cselekedetei. Na László, akkor most mi a helyzet? Hát az, hogy jön a jó szellő, vagy jön a jó szél. Ez az erő által induló szél. Szó szerint ez működik. Most így írja le az apostolok cselekedete? Erős szélzúgás támad, szél útján érkezik. És az ember nem tudja, hogy miért. Hát pontosan azért, mert a László névben, ami igazán le tud szállni. Hát ne felejtsük el, a Szentlélek azért megfoghatatlan, mert nagyon nehéz bármilyen elemi minőség irányába elvinni. Nagyon nehéz. Tehát van hevülete, de gyakorlatilag teljes mértékben láthatatlan. És mit csinál a szél, amikor érkezik? Na most itt jövünk vissza valahova. Hát a lónak van egy neve. Hogy hívták László lovát? Zug vagy iszög. Na most hogy indul ez a szél? Nagy szélzúgást hallanak. És tetszik nekünk, nem tetszik, látomásos szentek, proféták. Még profétákra is lehet hivatkozni, ha valaki nagyon szereti az Ószövetséget, ott sem tudja elkerülni a kérdést. Tehát egy igazi proféta, amikor a Teremtővel felveszi a kapcsolatot, milyen élményekben részesül? Valami hatalmas nagy hanghatás, mintha szél zúgna, mintha tenger zúgna, és ebből a zúgásból, hatalmas erejű hanghatásból, ebből vékonyodik, keskenyedik el valami az emberi hangok tartományának szintjéhez, és akkor már tagolt beszédként megy tovább. De először hogy jelenik meg? Hát gondoljunk Bálint Lászlóra, aki 1962-ben Csíksomlyon bejelenti, hogy többet Csíksomlyon katonai felvonulás nem lesz. Bálint Lászlónak a küldetés történetét több könyvben megjelentetve lehetett már olvasni. Molnár V. József pedig portréfilmben, vagy éppen Bálint Sándorról, vagyis Lászlóról szóló portréfilmben maga Bálint László mondja el, hogy fölragadtatik az égbe, és amikor már nagyon-nagyon fönt van a fénybe, akkor hatalmas zúgást hall, hatalmas zúgást. És ez a zúgás válik, hát megsúgom, sugallat útján értelmes tagolt beszéddé. És mit mondanak ott neki? Azt mondják, hogy menjen el szépen Csíksomlyóra, és jelentse be, hogy a pünkösdöt meg lehet tartani, mert addig nem lehetett megtartani. 1962-t írunk, hogy nem lesz többé katonai felvonulás. Most az érdemes eltűnődni, hogy ez nem valamikor évszázadokkal ezelőtt volt. Ez a mi időszakunk történelme, és bizony működik az a lélek, aminek van hevülete és van bátorsága. No, tehát, most már kezdünk a végére érni. Tehát a jó szél fúd el, jó szél fúd el, hosszú útnak porát, hosszú útnak porát. Tehát akárhonnan közelítem. Na most hogyan jelenik meg például a Szentlélek az Új Szövetségben? Rögtön az elején, János evangéliumának elején. Látja valaki a lelket galamb képében rászállni Jézus fejére. És arról lehet megtudni, hogy ő a választott, ő Isten fia, aki most már nem vízzel keresztel, hanem szent lélekkel. Na most, ami Szent Lászlónk mit hoz el a Kárpát-medencébe? Ha tulajdonképpen az a minőség, amely a neve által és a működése által egy irányba mutat, hát Jézus felmegy, és ígéretet tesz.
mert Péter próbálja itt tartani. Hát ismerjük a péteri szerepkörnek a lényegét. Nagyon elszánt, nagyon bátor, csak néha egy kicsit bemegy abba a bizonyos sűrűbe, zavarosba, amiből aztán nagy bűnbánatok után mégiscsak kikerül. Hogy maradjál, mester, maradjál. És Jézus nagyon keményen utasítja. Mit mond Péternek? Figyelj, Péter, belőled most valaki más beszél. Meg is nevezi, az ördög szólt belőled. Mert valamit nagyon nem tudsz. Ha én nem megyek el, mondja Jézus, akkor nem jön el, akinek a neve, aki egyébként egy lényegű velem, na őt hogy hívják? Vigasztaló. A vigasztaló Szentlélek. És innen értem meg például, hogy Szent László miért úgy kerül megörökítésre, hogy 10 Szent László portré közül 9 egy az egyben Jézusi arcvonásokkal rendelkezik. Hát pontosan ezért. Egyszerűen fel sem tudjuk fogni, hogy Szent Lászlóban kiérkezett közénk. De egy biztos, a kárpát-medencei magyar kereszténységnek ki az meghatározója. Hát amikor templomok északi fal felületén, Gelencétől mondjuk Felvidékig, az ember nézi, hogy hát látjuk, hogy felül a felső részen mondjuk a Szent László legenda jelenetei. Egy emelettel lejjebb vele párhuzamban mi az, amit látunk? Jézus Krisztus szenvedés története. Hát valami teljesen párhuzamos módon történik. És ez az a Szent Lászlóság, amit nem lehet megtalálni Bizáncban, nem lehet megtalálni Rómában. Erre a művészet történészek túlnyomó többsége hogyan válaszol? Hogy milyen érdekes, hogy minden ide bejött a Kárpát-medencébe, és hát az egyetlen olyan legenda, ami templomokban megjelenik, ez a Szent László legenda. Egyet felejtenek el. A Kárpát-medencében minden megvan, ami Kárpát-medencén kívül értékes a kereszténységen belül. Itt viszont van még valami. Megvan minden, és van egy többletünk, amikor a Szentlélek magyarul szól a magyarsághoz, Szent László révén. És a Jézusi megváltás történetet időszerű módon foganatosítja. No, látva, hogy most már az aggodalom kezdetét veszi, hogy ennek soha nem lesz vége, tényleg nem tartunk szünetet. Jön egy olyan, nagyon rövid lesz ez, de hát a végén, hogy valami ténylegesen valami jó is történjen. Hát Szent Lászlóságot úgy éri tetten az ember, hogy nem tudja időbe szorítani. Most próbálok egy imádságot találni, megvan. Na most ezt az imádságot, amit én most felolvasok, a 70-es években Palócföldön, Mátraverebé, Szentkúton még kántálták az öreg emberek. Tehát mihez tartás véget? Nagy valószínűség szerint akkor, amikor a megyés püspök nem járt arra. De kántálták és énekelték. És gondolom, tudjuk, hogy mind a mai napig Mátraverebé, Szentkút és egyáltalán Szent Lászlós helyek, csodatévő helyek, gyógyulások történnek ezeken a helyeken. Szent Lászlónak szent lova, Szent Lovának szent lába, Szent Lábának szent patkója, Szent Patkójának szent nyoma, könyörög érettünk. Az ember elképed. Tehát nem egy középkor végi füves könyvből származó rigmus, 70-es években néprajzgyűjtés útján néprajz kutató ezt még helyszínen gyűjtötte. Na most mi ez a ló? A legtisztább tejúterő. Szó szerint erről van szó. És a mondai hagyomány mi az, amit egyfolytában végtében hangoztat? Hát az, hogy úgy keletkeznek a források, gyógyító erejű források a Kárpát-medencében, hogy Szent László lovával arra jár, és patkója nyomán. Például, amikor a sziklába belerúg, miért? Mert nincs víz, és Szent Lászlóra rábízottak, azok szenvednek. Tehát tulajdonképpen halál küszöbén vannak. Nem lehet vízhez hozzájutni. Na most ilyenkor milyen típusú erőt kell működtetni? A ló által a legtisztább teremtői erő működik. És ennek a lábán van a pata.
Na most soha nem értem meg azt, hogy hogyan lehet az, hogy patából vízforrás indul el, hanem a Szentlélek nyomán a nyelvi vonulatot kamatoztatjuk. Hát a pata és a patak nyelvi úton miben különbözik egymástól? Különbözik valamiben? Hát patája nyomán patakok fakadnak. Vagy ha a patkójának a szöge, ami aranyból van, akkor ebből a szögből mi szökik szabályszerűen ki? Hát ennek az áradatnak a vize fog elindulni. No, tehát végeredményben egy olyan népköltészeti kiváló művel fogjuk a mai utazásunkat lezárni, ami megint nagyon ismert, ráadásul a 19. századból származik, és újra az ember meghökken, hogy Úristen, mondjuk egy Lisznyai Kálmán Palóc költő mi mindent tudott, amit mi még csak alig sejtünk. Ő ugyanis Petőfi Sándornak volt a barátja. Tehát azért gondolom érzékeljük, Petőfiről sokat tudunk, a híres Palóc költőről meg szinte semmit. Na most a Szent Lászlóságos szívhez és értelemhez szóló módon Lisznyai Kálmánnál hát szinte senki nem fogalmazta meg tökéletesebben, mert az egész Szent Lászlóság története végeredményben megjelenik. Na most, én szépen fölolvasom, és akkor az eddig elmondottakat természetesen majd menet közben tetten tudjuk érni. László király lovagolni Mihály arkangyaltól tanult. Na jó, hát erre mit mond az ember? Hát aki ott volt, látta. Az élet már csak olyan. Jön László király, és szeretne megtanulni lovagolni, és jön Mihály arkangyal, és mit mond? Hát te László, hát a betyár mindenit. Én látom rajtad, a tekintetedből látom, hogy te lovagolni akarsz. Na most gondolom érzékeljük, nem ilyen egyszerű az ember. Ha valaki lovagolni akar, csak Mihály arkangyaltól lehet megtanulni. És vajon miért? Mert a lovaglásban nem az a művészet, hogy felszállunk a lóra, nem is az, hogy leszállunk. Ez néha elég végzetes körülmények között történik meg. Hanem az, hogy fent tudunk-e maradni a lovon. És ez milyen magatartásmodell kialakítása révén valósítható meg? Az egyensúlynak a megőrzése. Na most Szent Mihály hava az évkörben hol van? A Szent Mihály hava az ugyanaz, mint mérleg hava. Mérleg pedig az őszi napi egyenlőségnek a kezdőpontját jelöli ki. Miért mérleg és miért őszi napi egyenlőség? Mert ki van egyensúlyozva a világos és a sötét órák száma. Nap-éj egyenlőség. Szent Mihályról pedig még valamit lehet tudni. Ha én nem őrzöm meg a nyeregben, a mérleg képjelei közé egyébként éppen a nyereg tartozik, a bárka, a kalap és a fészek, ahol valami labilis egyensúlyi állapotot kell megidézni. Na most nem is ez a lényeg most ebből a szempontból, hogy még érthetőbb legyen. Van-e Szent Mihálynak lova? Hát nem ajánlom senkinek a figyelmébe, magától is meg fogja találni. Mert vagy lesz, vagy nem lesz, Szent Mihály lovának nevezik azt, ami útján az ember kikerül oda, ahonnan már nagyon nehéz visszajárogatni. Tehát kitől tanul meg Szent Mihály lovagolni? Kiderül, hogy nem ezen a világon való lovaglás a nagy művészet. Mert ha itt egyensúlyi helyzet van, tehát nap-éj egyenlőség, világosság, sötétség, akkor Szent Mihály lova útján bejövő halál túloldalán mi az, amit találunk? Magát, az életet. Tehát nem lovagolhat igazából királyként az, aki az élet és halál között nem tud egyensúlyt tartani. Aki nem tudja azt, hogy van itt is világ, és van ott is világ. Mi itt lakunk, az őseink viszont ott laknak. És erre mondaná természetesen Jézus azt, hogy én vagyok az ajtó. Na de milyen alapon mondja? Mert ha én görög nyelvből tájékozódom, az ember megkérdezi, és akkor milyen az az ajtó? Akkor hogy működik az az ajtó? Hát Jézus úgy mondja, ego sum, most latinul. Tehát az, hogy én vagyok.
Tehát nem azt mondja, hogy ott van az ajtó, és arra rá van írva a nevem, hanem ő, mint fénylény megváltó Jézus, magáról mondja, hogy ő az ajtó. És mit mond? Aki rajtam jár ki, és rajtam jön vissza, az mindig életet talál. Most nyelvpörgetés útján a J-ről egyet lehet tudni, amit tényleg jegyezzünk meg. LRJ kategórián belül most egy L-be váltódik át, és utána jön egy T. És mit mond Jézus? Ez az életnek az ajtaja. Mert ez az, innentől kezdve ez már maga az élet lesz, és maga a lét lesz. Na de ehhez nyelv kell ám, és ne becsüljük le. Mert amit itt mással hangzó kategóriák okán elmondtam, ezt a Sorbonon ugyanígy tanítják. Budapesten meg vihognak rajta. És miért könyörgöm? Hát olvassunk szakmunkákat, vagy egyáltalán nyelvészeti munkákat. Nem merünk gondolkodni saját anyanyelvünkön? Nem merjük használni azt, amit ajándékként kaptunk? Hát emlékezzünk világhírű szaktudósokra, Nobel-díjasokra. Ilyen-olyan származási vonalról. Hogyan nyilatkoztak még az utolsó mohikánok közülük? Ha nem magyar lett volna az anyanyelvem, mondja egy Szilárd Leó, egy Tellerede, aki tudott héber nyelven, franciául, németül, angolul, olaszul és többi nyelven. És mit mond? Ha nem magyar lett volna az anyanyelvem, soha az életben nem jutottam volna ezekre a felismerésekre. Mert a magyar nyelv ilyen. Tehát nem az a csak a nagy bravúr, hogy ragozó nyelv, hanem az is, hogy szerves nyelv. Tehát ez azt jelenti, hogy nem szelettel egy fel a világot, és hát gondolom tudjuk, hogy ezek a sajátosságok pedig világokat tárnak fel előttünk. Nem csak a világ és a virág tartozik össze már az ómagyar Mária síralomban, hanem mondjuk Jézus ilyen megállapítása is, hogy én vagyok az ajtó, na de milyen könyörgöm. Hát a világot igével teremtették. Nyelvi úton ennek van-e valamilyen következménye? És akkor jön a folytatás. Milyen a mennyek országa? Olyan, mint a mennyegző. Na de milyen nyelvben? Milyen nyelvben találkozik a mennyegző a mennyekkel? Hát azért nyelvében él ám a megváltás. Tehát olyan nincsen, hogy mondok egy jó példázatot, aztán a nyelv pedig és a gondolkozás nem követi. Aztán vagy elhiszik, vagy nem hiszik el. Na most ezért általában a kárpát-medencei magyar kereszténységet megpróbálják olyan színbe feltüntetni, mintha itt nem őshonos lenne ez a kereszténység. És ha nem lenne benne egy olyan fő ágazat, vagy törzs gyökérrendszere, ami hazai talajon sarjadt. No, tehát László király lovagolni Mihály arkangyaltól tanult. És hogy érzékeljük, hogy tényleg jó úton járunk, hogy lovagolni csak azt tud az életbe, aki ismeri a túlvilágot, folytatódik. Mikor megholt egy darabig, az ég lovászmestere volt. Most így indul el László, hogy már megholt. És az ég lovászmestere volt. Milyen energiák felelőse Szent László? Lóval érkező tejút energiák felelőse. Mikor megholt, egy darabig az ég lovászmestere volt. Ő hajtá a göncölszekér csillagsörényes lovait. Göncölszekér nem nehéz felismerni. Nincs az a városi csillagász, aki legalább a göncölszekeret ne ismerné fel a csillagos égbolton. Az a helyzet, hogy én már találkoztam olyan, aki már a göncölszekeret sem, de ez egy vígasz csillagkép. Tehát általában a göncölszekérrel, mintha együtt születnénk. Tehát én emlékszem gyerekkoromban, nem tudok visszaemlékezni arra, hogy nekem valaki azt mondta, hogy göncölszekér, nem tudok visszaemlékezni arra, hogy bármelyik gyerekkori társamnak valaki felnőtt fejjel elmagyarázta volna, hogy göncölszekér, mentünk haza a csillagos ég alatt, és tudtuk, hogy az a göncölszekér. Föl lehet ismerni. Most a göncölszekér szekér miért nevezett ez szekér? Hát azért, mert ez az úgynevezett kis és nagy változatában a kis göncöl, az a női szekér. Tehát ez a föld tengely meghosszabbításának végpontján van, jelen pillanatban a tengelyének rúdja az északi sarkcsillagot jelöli ki. Na most ezt a szekeret viszont női minőség révén, kis göncöl révén boldogasszony társzekerének nevezik. Na viszont a nagy göncölt, az csak férfiúi minőség
ről lehet megnevezni, nevezik Szent Mihály szekerének, nevezik Jézus Krisztus szekerének, nevezik Göncöl szekerének és Szent László szekerének. Na most az, hogy Szent Mihály, Szent László és Jézus Krisztus valahol legalább ilyen szinten találkozási pontokat találva örvendezhetnek egymásnak, ez nem vita téma. Miért? Azért, mert Szent László himnuszai elmondják azt, hogy Szent László Szent Mihály társvezére. Na most Szent Mihály az égi seregeknek a vezére. Tudjuk, hogy mit jelent Szent Mihály társvezérének lenni? Ez azt jelenti, hogy bizony itt alig van különbség kettőjük között, sőt, mivel Szent László emberként is tud tevékenykedni, ő a magasabb rendű. Miért? Ezt már ókor vége felé elmondják, őskeresztény időkben teologizáló szellemű egyházatják. Az angyaloknál az emberi nem sokkal magasabb szinten áll, sokkal magasabb szinten. Hogy miért ezt mindenki végig tudja gondolni és követni? Az más kérdés, hogy az angyal mégiscsak angyal, de van az emberben valami, ami magasabb rendű az angyalnál. No. Tehát a göncöl szekér esetében a göncölön van a hangsúly. Miért? Hát ki ez a göncöl? Nem fogjuk elhinni, egy táltos. Hú, az ősvallás. Igen, erről van szó. Tehát göncöl táltos milyen szinten tevékenykedik? Szent Mihály, Szent László, Jézus. Égi táltosnak a 70-es években Bosnyák Sándor gyűjtéseiből tudjuk, Kárpát-hazában kit neveznek? Égi táltosnak. Magát Jézus Krisztust. Na, és miért a göncöl szekér? Hát itt egy dolgot kell megjegyeznünk. Göncöl szekér rúd középső csillagát alkotott, tehát a rúdat alkotó csillagok középső csillaga mellett van egy nagyon kicsi csillag. Ez rendkívül kicsi, ezt nevezik ostorosnak, vagy nevezik kis magyarnak. Vagy picinsége, icinsége okán mindenféle kis nevet adnak neki. De honnan tudjuk, hogy Szent Mihályról van szó, vele indultunk. Na most Szent Mihály hol jelenik meg? Általában a személyes élet út végén, és van még egy nagy gond. A végső ítéletnek mérlegelő arkangyala, az bizony megint Szent Mihály, amikor már nem egyenként ember, hanem az egész emberiség tetteit kell megítélni. És itt alig van kegyelem. Miért? Mert Szent Mihály nem a kegyelem bajnoka. Egyik kezében mérleg, a másik kezében pedig kegyelmet nem ismerő, éles kétélű kard találtatik. Tehát ha nem lép közbe Szűz Mária és a fiú, hát egy ilyen mérlegelésnek végén nem nehéz kitalálni, hogy mi történne. Mert az ember azért úgy éli az életét, hogy azért úgy összeadódnak fajsúlyos tehertételek, amik aztán a serpenyőbe belekerülnek. Tehát végeredményben a göncöl, vagyis Szent Mihály szekere, vagy László szekere azért nevezetes, mert egész Kárpát-medencében a világ végéről van egy nagyon fontos leírás. Hogy honnan lehet tudni, amikor bekövetkezik? Hát az ember mit mondja? Olvassuk el a védákat, olvassuk el a maja proféciákat, vegyük elő a jó a jelenések könyvét, aztán az egészet úgy olvassuk össze, és majd megtudjuk, hogy mikor lesz világ vége. Csak van egy nagy gond. Maga Jézus hogy nyilatkozik? Azt a napot, azt az órát, azt a percet sem proféta, sem látnok, sem táltos, senki az égvilágon nem tudja. Miért? Mert aki teremtette a világot, annak van joga ítéletet hozni, hogy mikor következik be az általa teremtett világnak a vége. És jelen tudásunk szerint ma a világot maga a kegyelem működteti. Mert már minden gaztettet az emberiség elkövetett annak érdekében, hogy a földi élet végveszélybe kerüljön. És még mindig van a földön élet. És nagyon nehéz ezt kimondani, de még mindig sokkal több jó történik a világban. Nagyon nehéz kimondani. Hogyha az ember kicsit visszafogott akar lenni, akkor egyensúlyozott a helyzet. Nagyon sok jó történik. És ebből a nagyon sok jóból viszont a jó világot, a világrendjét vissza lehetne állítani. Tehát még mindig óriási esélyekkel rendelkezik az emberiség. Na most itt a törött rúd
középső csillaga mellett, tehát a kis lovasnak is nevezik ezt a csillagot, van a Mizar mellett ez az Alkor nevezetű csillag. Na most erről lehet tudni azt, és ezt tényleg lehet tudni, legalábbis a Kárpát-medencei csillag vallásból származó ősi bölcsesség így tanítja. Olyan földről nézve ez a kis csillag, hát tudományosan is meg lehet magyarázni, ez egy kettős csillag fedésben van, tehát tényleg olyan, mintha állandóan ugrálgatna. Tehát a mai látási viszonyok közepette tiszta időnek kell lenni ahhoz, hogy az ember észrevegye. Régebben sokkal könnyebben ment. Most már tényleg az emberek nézni kell, keresgélnie kell. De egy biztos. Azt mondják, hogy a kislovas állandóan ráugrik a lóra, ez a középső csillaga a böncölszekér rúdjának, és mindig visszaugrik. És ha majd egyszer úgy ugrik rá, hogy nem ugrik vissza, akkor jön el a világ vége. Tehát bizony a göncöl szekérnek a csillagos égbolt működésében van egy végső időszak jelző szerepe. Innen értem meg, hogy Szent László miért kerül vele ezzel ilyen makacs módon kapcsolatba. Hogy miért László király szekere? Hát ha valaki az első, annak az utolsó pillanatban is van szava. Na most ezt a Kárpát-medencei templomi falfestmészet világából Bögözön lehet nagyon szépen tanulmányozni. Emlékezzék, Földön van, Székelyders, Bögöz, Székelykeresztúr, Székelydája, tehát itt egyik csoda követi a másikat. Na most bemegy az ember a templomba, és az északi falfelületen három sávban jönnek a freskók. Legfelül Szent László, Szent László legenda. Középen megjelenik a női minőség, antiókiai Szent Margit, értsd, Árpádházi Szent Margit, antiókiai jelmezbe öltöztetett szenvedés története. Igen, ám, de az alsó sávban. Tehát ha bemegyünk a templomba, a déli bejáraton, akkor kifogad bennünket a túloldalon. A világon ítélkező Jézus Krisztus. Tehát az utolsó ítélet, az talajszinten van. Na most kinek festették ezeket a freskókat? Hát gyakorlatilag nekünk. Mert most az utolsó ítélet, vagy a világ végjátéka földközelbe kerül. Talajszinten van. Na igen ám, de ki van fent? Szent László. Tehát itt a Szent Lászlóságból megint érzi az ember, hogy hajde, sokkal több minden van benne, mint ahogy eddig feltételeztük. Hát ha ő tényleg jézusi arconásokkal rendelkezik, Jézus egyszer eltávozik, és egyszer visszatér. Na de kettő között kinek a működését érhetjük tetten? Végig a Szent Lászlóság. És a Szent Lászlóságnak van egy olyan arculata, ami egyértelműen vezet a karácsonyi ünnepkör felé, és egyértelműen vezet aztán, tehát ez a születés, ez mindennek a kezdete, tehát pontosítva fogalmazva egy születés felé, és majd egy végső visszaérkezés megszületése irányába. Ragyogó ostorul fonta a holdvilág sugarait. Na most ezt a csillagot ostorosnak is nevezik. Tehát ő hajtja a göncölszekér csillagsörényes lovait, ragyogó ostorul fonta a holdvilág sugarait. Na most Szent László névünnepe az évkörben hol van? Miért a holdvilág sugarait fonja ostorba? Hát a rák havának elején van ez a nyári napforduló, és hát végeredményben június 27-én van Szent László napja. Na most a rákban pedig otthon a legnagyobb erőt mozgató hold található. Tehát a földi élet szempontjából közvetlen módon, nagyobb erőt, tehát tetten érhető módon, nem a nap mozgósít, hanem maga a hold. Miért? Hát gondoljunk a tenger árapály jelenségére. Tehát hatalmas erőt mozgósít ám a hold. És a földi élet szempontjából a naprendszerbe a föld hogyan van beágyazva? A hold vonatkozásában alakítható ki a földön élet. Honnan tudjuk? Ha véletlenül a holdat közelebb hoznánk, vagy közelebb jönne, mi lenne itt a földön az élettel? Egy másodperc tört része alatt minden megsemmisülne. Ha a holdat viszont eltávolítanánk a földtől, mi történne a földi élettel? Ugyanaz történne. Most a földi élet szempontjából nem árt tudni, hogyha ez az alakzat kap egy tengelyt, akkor a holdat kitartja a kezében.
Hát ez az a bárd, amit Szent László a kezében tart, mert a holdnak az alakisága az a bárd formájára emlékeztet, meg a sarló formájába. Attól függ, hogy milyen fényfelületen idézik meg. Tehát ha én nem látom azt, hogy ki is az a király, honnan ismerem fel csalhatatlan biztonsággal és pontossággal, akár miniatúrán, akár templomi festészeten, akár szoborban látom, a hold alakú bárdot tartja a kezében. Névünnepe pedig a rákhavának elején van, és gyönyörű a figyelmeztetés. Évről évre a legtöbb fény esztendőről esztendőre mikor van az éven belül? A nyári napforduló időszakában. És ha itt látom Szent Lászlót, ez mit jelent? A fényben leggazdagabb emberi tulajdonság képviselője Szent László. Mert itt jelenik meg. Tehát ez egy fénygazdagságot jelent. És bizony, az, hogy a holdvilág sugarait fonja ostorba, na most ostor az a serkentés. Tehát nem már tudni, hogy most egy kis ostorozás tényleg ráférne. Nem csak most ránk itt ebben a társasági együttlétben, hanem úgy általában. Tehát egy serkentés, egy bíztatás, ami egy kicsit talán fájdalmas, de az ember tudja, hogy nem arra kell kóvályogni, nem arra kell szédelegni, nem ott kell szakadékba zuhanni, hanem tudni kell, hogy merre vezet az utunk. És ez az ostor, hát ne felejtsük el, Isten ostoraként híresül el, és nem a történelmi, ami Attila kezében találtatik először, hanem Isten ostora, Isten fia kezében. Megint János evangélium. Első csodatétel után Jézus bemegy a jeruzsálemi nagy templomba. És mit látott? Elszörnyülködik, hogy atyám házát kereskedők házává tettétek. És mi történik? Na most mondaná az ember, hogy szeretett mesterünk, tessék szépen egy templomi beszédet tartani. Szeretett vallás, nagy beszéd keretében el lehet indítani, de nem ez történik. Tehát ha már a kereskedelem bevonul a templomba, akkor ott már nincsen pardon. Ott már lehet érzékelni, hogy a szemtelenségnek olyan fokozata jelenik meg, amit szép beszéddel, ráhatással, ilyen módon, fejsimogatással nem lehet megoldani. És rögtön a pályafutása elején, tehát János evangéliuma elején ostort készít. Most megint mellé szoktunk beszélni, hát nem mi általában, mint hogyha nem is tudná senki, hogy ostort készíteni, az tudományám. De nem olyan, hogy van egy madzag, és azt egy mogyorófa, vagy valamilyen vessző végére rákötjük. Abból még nem lesz ostor. Ostort el kell készíteni. Ez külön pásztor hagyományon belüli világ részeként valósulhat meg. Tehát ez nagyon nagy tudomány. Na most Isten fia Isten ostorát működteti, és innen már az ember tudja, hogy na, ami Attila királyunk. Hát kinek a kezéből veszi át azt az ostort? Hát magának, Jézusnak a kezéből. Mert akkor már Európát tették kereskedelmi hálózat fészkévé. A Római Birodalomra gondoljunk. És ahogy mondani szokták, végigvág ennek a bűnös Római Birodalomnak és Európának a hátán. Hát ilyenkor érzi az ember, hogy jaj, ide kellene a nagy ostoros, aki egy kicsit megostorozná ezeket a laza erkölcsöket. No. Tehát van egy ilyen vonatkozása, tehát a holdvilág sok serkentő erő. Tehát Szent László névünnepe a rákban van, a rákban pedig a hold van otthon és uralomban. Tehát innen tudom, hogy miért a holdvilág sugarai jelennek meg. Most figyeljünk, mert ez még csak ugyan a harmadik verszak, és itt a hátulján van a folytatás, tehát ez azt jelenti, hogy több szakasz, de mindjárt túl leszünk a nehezén. Azután igazi szent lett. Na de miután? Tehát lehet érzékelni, hogy vissza, mintha visszapörgetné az eseményeket. Nem is tudom, hogy most Szent László a csillagos ég világában működik, vagy itt van a Földön. Azt sem tudom, hogy már meghalt-e, vagy éppen megszületik. Miért? Mert amikor megholt, emlékezzünk vissza. Aztán nem változik semmi, hanem jön a következő, hogy azután igazi szent lett. Mert ő volt, ki legtöbb jót tett. Na, innen megint megtudunk valamit. Legtöbb jót tenni, ez azt jelenti, hogy akár kanonizálják, akár nem, ez a szentté válásának az útja.
Tehát a legtöbb jót tett, de már meghalt látszólag. Még pontosabban ez mit jelent? Az, hogy a Szent Lászlóság akkor is kifejti hatását, hogyha mi tudjuk, hogy 1077-ben koronázták meg, és 18 év elteltével 1095-ben, július 29-én pedig meghalt. Na, Szent Lászlót ez nem érdekli. Miért? Mert Szent Mihálytól tanult lovagolni, és fáradhatatlanul azóta is teszi a legtöbb jót. És velünk teszi a legnagyobb jó tetteket. Nem volt olyan koldus, aki nem ismerte volna őt. Hát itt az ember már minden mondatot nem akar megmagyarázni, de a koldusnál egy kicsit le kell állnunk. Ugyanis ennek a nyilas csillagképnek, tehát a ló alakzatának nagyon sok elnevezése van a népi csillagnevek világában. Például koldus szekér. Koldus szekér. És miért koldus szekér? Azért, mert a magyar nyelven a koldus a káldeusnak is lehet például névváltozata. És itt nem az a lényeg, hogy társadalmi szinten szegények vagyunk, hanem azt, hogy abból az irányból egy hatalmas égi tudás érkezik. Megvan ennek a történelmi fészke Káldeában, a káldeusságban, és a káldeusok miről voltak nevezetesek? Nemzedékről nemzedékre örökítették tovább a csillagos égbolt ismeretét. Tehát tulajdonképpen szakosodtak a csillagos égbolt ismeretének vonatkozásában. Aztán a koldusról még valamit tudni kell. A dús az valamire figyelmeztet. Itt nem hiányok vannak, hanem telítettség van. Ezek szerint a régi koldusság nem azonos a maival. Hajde, nagyon nem azonos. Miért? Mert ha valaki mondjuk Erdélyi Zsuzsanna műveivel megismerkedett annak idején, hát meg lehetett volna mások műveivel is, de hát Erdélyi Zsuzsannáé jelent meg. De egy biztos, amikor archaikus népi imádságokat gyűjtött, minden úgynevezett adatközlő elmondta, ezt az imádságot nem templomban tanultam, ezt az imádságot egy öreg koldustól tanultam gyermekkoromban. Ezek a koldusok, az úgynevezett énekes koldusok, ezek járták a Kárpát-medencét, a Kárpát-hazát, lemondtak anyagi javadalmakról, tehát saját családjukról, egyéb lehetőségeikről, és szegény emberként, de hallatlan szellemi kincsekkel megrakodva járták a Kárpát-medencét, és örökítették tovább a hagyományt. Na most Szent László minden koldust ismer. Van egy olyan vallás a középkor okán, amit éppen Szent Lászlóról, Szent László vallásának lehet nevezni. És akkor kik Szent Lászlónak a világi Kárpát-medencei papjai? A búcsú vezető szent emberek, a koldusok. Tehát akik úgy imádkoznak és kántálnak, például szent helyeken, hogy Szent Lászlónak szent lova, Szent lovának szent lába. Tehát emlékezzünk vissza az imádságra. Na, Budavárából egy szusz van, Mátra tövébe ugratott, a Vénhegyi remetéhez s vele együtt imádkozott. Megjelenik Budavára, és az, hogy egy szusz van, Mátra tövébe ugratott, egyet ugrik, kettőt szökik, ez nyilván egy táltos ló révén valósulhat meg. A Buda mit jelent nem magyarul? Hát a Buda az bizony Budát jelent magyarul is. Mert ez a Buda, ez az elmélyült életvitelnek a megnevezése. Ez azt jelenti, hogy ez az a Buda, akit TKD-vel Buddának szoktak nevezni. Egy D-vel, ugyanis ezt el szokta mondani Pap Gábor is, és én is annak idején keserves úton módon megtanultam, még annak ellenére, hogy az ember állandóan Buddhát mond. Ne tegyük Kárpát-medencén kívül. Mert nem kell mondjuk valami vidám műsort életbe réttetni, egy biztos Buddhát Mongóliában így, hogy én azt mondom, hogy Buddhának keresem kolostorát. Nem fogják tudni, hogy miről van szó. És miért nem? Azért, mert a Buddha az egy D-vel, és itt a D nagyon erős, a H pedig éppen hogy csak hozzáidomul. Tehát úgy kell ejteni, hogy Buddha. Úgy, ahogy mi Budát mondjuk. Pontosan így kell ejteni. Ez azt jelenti, hogy felébredő.
Tehát elindul egy olyan úton, hogy szépen már az ébredezését megkereste, megtalálta. Kezdi észrevenni, hogy eddig egy álomvilágban élt, hogy egy kicsit félrevezették, egy kicsit meghamisították mondjuk a múltját. Elkezd szépen ébredezni folyamatában. És amikor elérkezik a végállomásra, akkor egy erős D párosítással, két D-vel Budda, ami azt jelenti, hogy felébredett. Tehát a mi Budánk, az minek volt a központja? A felébredésnek, a megvilágosodásnak, hát királyi központ. És ugyanakkor pedig egy elmélyült életvitelnek egy központja. Nem világváros a szónak a hagyományos értelmében, hanem ez egy szakrális központ. És ha Budából ugrott áltoslóval, akkor ez azt jelenti, hogy egy elmélyült, révült állapotból indul el. Hát mit mond a szöveg? Ez szusz van. Tehát egyet ugrik, kettőt szökik, és már ott van a Mátrában a Vénhegyi remeténél. Na most tudni kell, hogy ez a palóc költő óriás, tehát ő ezt a Kárpát-medencei tájat veszi célba. Na minden eddigi tulajdonképpen most kezd révbe találni. Tehát mindezt csak azért olvastam fel, hogy eddig eljussunk. Szent László kegyes beszédét a virágok is értették. Emlékezzünk, hogy a Lászlóságban mi már egy virágot tetten értünk. És a néphagyomány pedig nagyon hangsúlyozza, hogy a csipke rózsa eredetéről mit lehet tudni, hogyan keletkezett. Hát egyáltalán gondolom tudjuk, a Kárpát-medence tel is tele van Szent László nyomaival. Hegyeket tud szétszakítani. Legalább két ilyen szakadékot nevezzünk meg, vagy hasadékot. Az egyik a Tornai Szádelői völgy. Úgy húzták meg az országhatárt, hogy a jelenlegi átkelő helyről még csak látni sem lehet. Ha 50 méterrel odébb, akkor legalább azokban az időkben az ember elment volna odébb, és akkor szépen a hegy takarásából kitekintve láthatta volna. Most innen lehet tudni, hogy ezek nem akármilyen szempontok alapján húzogattak itt határokat. Tehát még a látványt sem engedték meg. Most hogyan keletkezik egy ilyen hasadék? Szent László éppen ugratja a lovát, mert üldözik közben. És miközben megugrik, szépen a hegy szétszakad. És ő a túloldalon, hát az ellenfelei pedig, akik kergetik, miért? Mert ez egy megszabadító szakadék. És ha az ember tudja, hogy a tejút nevei között például ilyen van, hogy hajnal szakadék, akkor az ember tudja, hogy itt a fehér szikla zuhatagban milyen őstörténeti teremtői erők működtek. Mintha Szent László alakítaná a földi életet körülöttünk. Tehát kialakítja a táj arculatát, mert a lovának lábnyoma, vagy az ő lábnyoma, vagy az ülepének a nyoma, vagy a kezének, a homlokának a nyoma a sziklába hogy maradt? Akkor a kövek még lágyak voltak, puha volt a kőzet. Na de mikor volt a kő puha? Hát akkor, amikor még nem kövesedett meg, amikor a világ még csak hőenergia szintjén létezett. Na akkor Szent László belép a világalakítás nagy műveletében. Tehát az, hogy kegyes beszédét a virágok is értették, ez egy dolgot jelent. Világ, világ, a virágnak virága. Tehát a világok is értették. Tehát Szent László világa nem áll meg a Föld nevezetű égi testen, nem áll meg egy nap-föld viszonylatban, nem áll meg egy naprendszeri hétbolygórendszernél, nem áll meg egy állatövi keretrendszernél, nem áll meg a tejútrendszer működésénél. Miért? Mert Szent László kegyes beszédét a virágvilágok is értették. Vagyis itt az igével való teremtés útja jelenik meg. Mint a szív úgy nyílt a bimbó, s tőle szebben virágozzék. Na, itt kezdenek a nagy fordulatok. S hol megcsókolta a földet. Ismerős ez a mozzanat valahonnan? Jön valaki, keresi a földet, igaz, hogy aszfalt vagy beton, de hát mindegy, nagy erők működnek. Megcsókolni a földet. De ezt nem csak a keresztény egyház ismeri. Általában a földet minden időben, mindenkor, akinek volt szíve és lelke, megcsókolta. Miért? Mert a földnek van egy nemisége, és van egy minősége.
és akkor az ember megint elképed valamin. Gyakran hangoztattuk annak idején azt, hogy olyat a világ nem szült még, hogy a Földet apának neveznék. Hát bizony szült. Csak az ember nem akar ennek soha hinni. Hát német nyelvterületen miről beszélnek? Apáról, bizony. Apa földről. És az ember elképed, a holdnő, vagy a napnő nemben sugárzik. Hát a nő mire szakosodott a sugárzáson túl? Hát arra, hogy befogad valamit. Tehát ha van nap és hold, egyet lehet tudni. Alapvetően férfiúi sugárzó természete a napnak van, alapvetően befogadó női természete pedig a holdnak van. Nota bene, kiáll a hold sarlón. Nem a megváltó, hanem szeretett édesanyja Szűzmária hold sarlón áll. Tehát a léte ezen az égi testen nyugszik. No, tehát visszatérve, amikor a Földet megcsókolja valaki, akkor azt is tudja, hogy a Föld az lent van. Akkor milyen logika alapján nevezi a magyar nyelv Földet úgy, hogy Föld? Hát bizony ezek alapvető fogaskérdések. Milyen egyszerű lenne azt mondani, lent. Hát nagyon nagy baj van, amikor az ember már a Földet nem lent tapasztalja maga. Kicsit kozmikusabb a tájékozódása a nyelvünknek. Tehát nem árt tudni, hogy amikor én Földhöz közelítek, tehát leszálló pályán vagyok, mondjuk anyaöl közeli állapotban, de égites szinten már Föld közelben. A Föld, mint égites, soha nem lent jelenik meg hozzám viszonyítva, hanem ezt a sámánok révüléséből is tudjuk. Hogy jelenik meg? Hát úgy, hogy fönt van. És mégis mi történik? Én le fogok rászállni. Tehát történik egy teljes fordulat, ismerős ez? És ne nagyon igyekezzen meghatározni valaki az ottani helyet. Mert ami itt lent, az ott fönt. Ami itt bal, az ott jobb. Emlékezzünk erre a kettős nagy fordulatra. Az evangéliumokban is megjelenik. És hát itt most külön nem akarom hangsúlyozni, mert senki jelen társaságbeli ismerettség alapján nem lehet feltételezni, hogy holnap ezt megtapasztalhatja. De ez egy valóságos tapasztalat. Néha egyébként, amikor közvetít ilyen felvételeket, akkor is lehet az eredeti beállásból látni, hogy bizony ott van fönt az égi testünknek a nagy ívelődése. Most attól függetlenül, hogy hogy fordulunk be, de egy bizonyos távolságból nézve, amikor már közelítünk, nekem úgy tűnik, hogy nem lent van, hanem fönt van. És akkor történik egy átbucskázás. Hát minden népmesei nagy átváltozás egy ilyen teljes átbucskázást eredményez. A lentnek és a föntnek a hatalmas nagy viszonya. Tehát ott egy szép forrás fakadott, na most figyeljünk oda. Ugyanis ha ő megcsókolja a Földet, a csókról egyet tudni kell. És mi az, amit tudni lehet? Vannak pillanatai az életnek, amikor a csók az nem keserű, hanem édes. Nagyon ritka pillanatok, hajdankor, ifjúkor idején tényleg előfordultak, de hogy mitől édes? Hát attól, hogy lélekből érkezik. És tulajdonképpen nem is érti az ember, hogy ez mit jelent. Tényleg megfoghatatlan. Nos, Balassé Bálintnak van egy gyönyörű verse. Hát ő aztán tényleg ismerte ezt a világot. Amikor ilyen történik, nem a csók a lényeg, hát ma már ok nélkül össze-vissza mindenhol. Mi a lényeg? Az, hogy a lelkünk kicserélődik. Tehát az én lelkem az ő szívébe, az ő lelke pedig az én szívembe. És gyönyörű Balassé költeménye, mert elmondja, hogy jaj, vége a csóknak, és lelkemet a szívedben felejtettem, most mi lesz velem? Tehát megtörténik ez a hatalmas nagy csoda. De egy biztos Szent László szintjén itt egy lelki erő kiáradása, és milyen lelki erő? Nem hatalmi, nem valamilyen más típusú, hanem kifejezetten szeretett szerelmi lelki erő. Ez indítja meg a földi életben a forrást. Mert ez a lélekből álló hatalmas szerelem energia, ma így szokták mondani, ez életet fakaszt, forrás. És a forrásban van még valami. Az nem csak azt jelenti, hogy elindul a víz az útján,
hanem azt jelenti, hogy az élet egy olyan állapotban van, amit mi forrásnak nevezünk. Ezért tekintették régen szinte halálos bűnnek az ilyen kis források elpusztítását. Mert itt már forrás szintjén a víz világában minden élet összetevő jelen van. Hát ezt forja majd magából ki. Aranypatkójából egy szög most is a fenekén ragyog, tehát tömörítve még egyszer, s hol megcsókolta a földet, ott egy szép forrás fakadott, és aranypatkójából egy szög most is a fenekén ragyog. Hogy kerül ide az aranypatkó? Hogy kerül ide a szög? A mondai hagyomány elmondja. Szent László megy a lovával, és ahol a lova szépen megrúgja a sziklás talajt, ott egy patak fakad. Itt viszont miről van szó? Szent László lelke jön ki szinte, és most tudtunk meg valamit. Milyen lelke van Szent Lászlónak? Hát, hogyha aranypatkójából egy szög, most is a fenekén ragyog. Hogy hívják az ő lovának nevét? Szögnek hívják. Na de hol van az a ló? Az az ő tulajdon lelke, életlelke, ez az ő igazi táltos paripája. És tényleg gyönyörű, mert minden erőlködés nélkül most megtudtunk egy újabb réteget határozni a Szent Lászlói lélek működésében. Szentlélek fürdjik, na eljöttünk, amit nagyon kerestünk. Szentlélek fürdjik galamképiben, ez szent forrásban. Tehát lélekből jön ki. Kiderül, hogy olyan, mintha egy kis táltosló paripa fickándozna, mert aranypatkójából egy szög még mindig ott van. És ki lakik ebben a forrásban? Tehát a lóval érkezik a teremtői erő. Akárhogy nézem én, mert életet indít útnak. Na de nem mindegy, hogy az az élet lelkes típusú élet, vagy lelketlen típusú élet. Szentlélek fürdjik galambképiben, e szent forrásban. Fényes csillag koszorúsan holtöltekor éjféltájban. Na most miért galambképében? Ezek szerint a kerecseny sólyom az nem Szentlélek alakzat? Most már más stációnál járunk. Miért? Mert nagyon hangsúlyos az, hogy szél. Emlékezzünk a szélre. Na most a szél miről nevezetes a magyar csillag nevek világában? Ez nem csak egy elemi minőség neve, a szél, hanem egy bolygónak is a neve. Melyik ez a bolygó? Sengersimára gondoljunk, festett mennyezet kazetták, megörökítik a napot, gyengébbek kedvéért odaírják, hogy nap. Nem mintha nem lehetne látni, de ez már az a kor, hogy számol azokkal az utódokkal, hogy mennyezeten, ha van egy égitest, akkor nem gondol arra, hogy az az égitest a napot akarja megidézni. Tehát odaírja, hogy nap. Jövünk tovább, mellette van egy égitest, szakasztott olyan, mint a hold. De ez a kor már él azzal a gyanúval, hogy majd az utókor a holdat, ha mennyezeten látja fölfeste, nem meri majd azonosítani. Ezért odaírják, hogy hold. Megyünk tovább, van egy égitest, szakasztott olyan, mint egy ragyogó csillag. Na most mi az, amit elvárnánk ott? Vagy azt, hogy Vénusz a feliratban, vagy azt, hogy esthajnal csillag, de nem az jelenik meg. Hanem az a csillagnév jelenik meg, ami a magyar népmesékben a leggyakoribb. Napanyja, holdanyja, szélanyja. Na most, nap, hold, szél hármassága a népmeséinkben, Berzenagy János égigérő fa munkájában 60-as, 50-es években, el tudjuk kérni, mi volt 50-es években kis Magyarország területén? Ő pedig égigérő fáról értekezik, napról, holdról, szélről, és bebizonyítja és leírja, hogy nyelvi emlékeinket, műveltségeinket és mindent egybevetve, ez bizony maga az esthajnal csillag. És idézi az esthajnal csillagra vonatkozó népi megnevezéseket, és akkor elővesszük Torockai Vigan Dede Öreg Csillagok című munkáját, és ott például a Vénusznak, esthajnal csillagnak számtalan neve van. Például a fényes csillag, itt már egyszer tapasztaltuk, akkor szerelem csillag, szeretett csillag, pásztor csillag, vadak ébresztője, szarvasok legeltetője, egy egész kis csillagmonda világ alakul ki, egyetlen egy bolygó megnevezéseiből, és bizony ott van a szél. Na most, hogyha az ember mindezt tudja,
akkor felmerül egy kérdés, hogy vajon az esthajnal csillag általában milyen madár mellé rendeltetik, vagy pontosabban milyen madár alakzatot rendelnek az esthajnal csillag mellé. Mert ez a szeretetnek és a szerelemnek a bolygója, leginkább arról lehet felismerni, hogy a szerelemnek van postása. És ezt a postást, mint madarat hogyan nevezik? Galambnak. Na most itt tényleg rendkívül lényeges dolgokat tudunk meg, ugyanis Jézus születésével induló világhónap ez a halak. A halakban pedig erőben jegyezzük meg, mert ez is lényeges. A Vénusz van. Tehát ha én a Jézus által működtetett lélekről valamit tudni akarok, akkor János keresztelő Szent Jánossal mit lehet mondani? Láttam a lelket rászállni galamb képében. Na de ugyanez a Jézus mikor van a születése napja? Karácsonykor, ami viszont Kerecsen névre hallgat. Tehát jegyezzünk meg, itt nem arról van szó, hogy az egyik kizárja a másikat, de a csíksomlyói napcsoda is arról nevezetes, hogy van, aki a szent lelket galamb, van, aki Kerecsen sólyom képében, vagy turulnak nevezett alakzat képében látja. Itt már egyetlen egy minőségen belüli magatartás mintázat jelenik meg, mert lehet ugyan a szent lélek galamb formájában, igen ám, de nem tud megragadni, és nem tud felragadni. A sólyom, mint szellem viszont meg tud ragadni, és föl tud ragadni. Tehát a kettőt bizony egybe kell látni. Itt viszont a szereteten van a hangsúly. Mi? Mert végig szívről beszél, és egy ilyen elkiáradásról. Fényes csillag koszorúsan, hol töltekkor éjféltájban konstellációt ír le. Mert fényes csillag koszorúsan, hol töltekkor éjféltájban mi történik? Szent László által fakasztott vízben akkor a Szentlélek ereje működik. Na most minden nap működik akkor ez az erő? Nem. Tehát a holdhoz kötött ritmusa van. Miért? Mert Szent László névünnepe a rák havában van, a rákban pedig otthon a hold van. Vagyis erőben pedig a teremtői erő az ingyen kegyelem a Jupiter. A másik pedig a szeretet, a fényes csillag, és ott is koszorúsan. Ez azt jelenti, hogy koronásan végeredményben. Óbabiloni csillagászati szövegekben külön hangsúlyozzák. Kimész és megnézed a bolygót. Nem efemeridában nézed meg könyvben. Hát ma gyakorlatilag úgy tanítanak asztrológiát, hogy állítom, hogy a frissen kiképzett asztrológus, ha felnéz az égre, azt sem tudja, hogy álló csillagot vagy bujdosó csillagot lát. Tehát még az is külön tétel volt, hogy felhőse az ég, az is, hogy van-e udvara mondjuk egy csillagnak, vagy magának a holdnak. És a koszorú az maga a korona. És külön jegyezték, hogy ha a bolygó vagy a bujdosó csillag koronát kap, tehát koszorús, na akkor jönnek az igazi nagy jelentések. És kiiszik-e szent forrásból, szent erőmöt, örömöt iszik. Minden cseppjét láthatatlan szárnyas angyalok őrizik. Most már végig fogom mondani, mert látom, hogy itt már nagyon nagy gondok fognak támadni. Ki megmosdik belőle, nyílt mennyországgal álmodik. Hát ezt kívánom én ma éjszaka mindenkinek, figyeljünk oda. Ki megmosdik belőle, nyílt mennyországgal álmodik. Álmában az angyalokkal, s az Istennel csókolózik. És erre az ember azt mondja, hogy na hát ez már nagyon meredek. Miért lenne meredek? Hát Istenhez mi az, ami leginkább hozzátartozik? Hát próbáljuk gyorsan összegyűjteni, hogy milyen meghatározásokkal, milyen jelzőkkel jelenik meg. Kegyelmes Isten, a szerelmes költő Balassi verseiben szinte végig a kegyelmes Istenük. Mi? Mert szerelemből jutott neki éppen elég, mi az, ami hiányzott az életben? Kegyelmes Isten. Csak a kegyelem, a kegyelem, a kegyelem. Két elem van, az egyik a szerelem, a másik pedig a kegyelem. Ezek nyilván összetalálkoznak egy bizonyos szinten. Élő Isten. Élő Istenre a legnagyobb esküt szokták letenni. Esküszöm az élő Istenre. Aztán öreg Isten, ezt most nem részletezzük, már éppen eleget részleteztük, és egyszer csak valahonnan betoppan. Istenem, Istenem, szerelmes Istenem. Na most melyik az Istennel való kapcsolatnak a legelevenebb, legizzóbb, legmagasabb fokozata?
Hogyan lehet ezt mondani? Szerelem, könyörgöm. Mi a szerelemben a lényeg? Az, hogy nem kívül van, belül van. Ezért lehet szerelmes az Isten. Mert szerelmes a nap a holdba, a hold az est hajnal csillagba. Én pedig népdal útján haladva kibe, a régi igaz szeretőmbe. Most annyit énekelnek régi szeretőről, hogy az ember már egy ilyen szerelem kollapszusként képzeli el a régiek szerelmi életét a Kárpát-medencében. Világos az üzenet, szerelmes a nap a holdba, a hold a csillagba. Én pedig, hát itt derül ki valami, a napnak a fényében szerelem, holdnak a tükröző fényében szerelem, és mi az, ami összeköti a napot a holdot? Az esthajnal, vagyis a szerelem csillag. Hogy jutuk el a szerelemhez? Hát milyen vallást hoz magával a leszálló Jézus? Úgy szerette az Isten a fiát, hogy egyszülött fiát adta. Ha a világ nem szeretetből, kegyelemből teremti a világot, akkor mi történne? Az, amit József Attila mond egy kicsit ilyen nyikhaj időszakában, hogy nagyon utálkozhatott az Isten, hogy ilyen csúnya planétát köpött. Feléje nem fordulna, de az Isten nem utálkozott, hanem nagyon szerette a világot. Egyszülött szerelmetes fiát küldi. A szerelem ugyanis nem ott kezdődik, hogy férfi és nő. Ott kezdődik, hogy Isten és teremtés. És visszajutni az Istenhez milyen úton lehet? A szerelemnek az útján. De ez nem azonos altesti gerjedelemmel és enyhe szimpátiával. Ezt nagyon tudni kell. A szerelem egészen más tartományban kezdődik. Na, tehát Istennel csókolózni, ez végeredmény, nagyon bizarr a kép, én ezt elismerem. Na, emlékezzünk, Szent László leszáll, és azt, ami legmélyén van a dolgoknak, most idézőjelbe a Föld, aminek a neve viszont mit jelent? Egy magaslatot, ezt csókolja meg lélekből. Mi az, ami repül velünk tovább? Hát ez a minőség repül álomban, révülés útján, hova lehet eljutni? Angyalokon keresztül miért? Mert ez egy tisztasági szűrő. Tehát aki egy angyal szűrőjén nem tud átmenni, az nagy valószínűség szerint nem Istennel fog csókolózni, hanem valamiféle álomban fog hánytorogni, és ott keresi a boldogulását. Tehát ez azt jelenti, hogy kicserélődik a lélek. Tehát újra lelket lehel belém, van bennem éppen elég és elegendő, de ez a leggyönyörűbb a Szentlélek működésébe. Hogy néha olyan, mintha nem lenne benne az ember szívébe, és egyszer csak váratlan pillanatban. És ezért örökítik meg madáralakban. Most a galamb nem tud lecsapni. A sólyom, a kerecsen viszont le tud csapni. Tehát ezért ez a kettősség. És maga Jézus mit mond a Szentlélekről? Az, hogy ne gondolkozzatok, ne spekuláljatok, hogy mit fogtok mondani, és hogyan fogtok viselkedni. Mert ha eljön az ideje, akkor majd a lélek mondja meg nektek. Na most erre nem lehet felkészülni. Tehát az ember elkezd görcsösen készülni, tényleg legjobb megnyílni felső tartományok felé, és nincs olyan ember, akit a teremtő cserben hagyna. Tehát a lélek hevülete abban a pillanatban érkezik, és megjelenik. No, ez a palócok szent kutya, hát nyugodtan mondhatjuk úgy, hogy ez a magyarok szent kutya. Mert hogyha mondjuk Erdélyországból lenne erről szó, akkor ez úgy folytatódna, mind a mai napig sziklából fakadt vizet Erdélyben, hogy neveznek, Szent László vize. Tehát ezt megint csak illik tudni. Tehát ez a magyarok szent kutya, hogy egyszerűbb legyen. Százesztendős remetéje, magával az Úristennel beszél ki bűnös érette. Most a Mátra verebélyi szent kutnak tényleg vannak remete lakásai. És ezek szerint 1848 tájékán ő még, Lisznyai Kálmány, Mátra verebélyi szent remetével beszélt. Ez a remete pedig saját magát hogyan határozta meg? Szent László papja. Tehát igenis tovább él a Szent László vallás, mert ő Szent László remetéje ezen a helyen. És magával az Úristennel beszél, aki bűnös érette, tehát elmegy a remete a teremtőhöz, közben járóként, megint csak egy révülési útról van szó. Belenyúl-e szent forrásba, és szed oly csoda patkószöget, hogy soha elme tántorodjék, úgy megpatkolja a lelket. Ki csoda?
Hát itt már tovább él a Szent Lászlóság. Ez már a remetének a tevékenysége. Belenyúl-e szent forrásba? Gondolom tudjuk, a helyi hagyományok nem csak itt Palocföldön, felvidéken, vagy délvidéken, vagy Erdélyben is elmondják, hogy eljutottunk sajnos oda, hogy ezt az aranypatkót, vagy az aranyszöget a forrás mélyén nem mindenki látja. 7 éves koráig minden gyermek. Utána már csak az, aki tényleg valami kegyelmi állapotban van. És szinte minden ilyen forrásnak elmondják azt a fajta történetét, ami azt eredményezi, hogy most már nem mindenki látja. Valaki a forrásnál valami nagyon rosszat tett. És ennek következtében eltűnik ez az aranyszög. Hát ez az arany, emlékezzünk vissza, hogy jön valaki, aki keresztel vízzel, igen ám, de ebben a vízben kilakik. Hát ez a Szentléleknek a keresztvize ám. Hát ezek nem akármilyen források lehettek. Hát mit mond keresztelő Szent János? Én csak vízzel. Na nézzük meg a mai papságot. De jön valaki, aki tűzzel és lélekkel, Szentlélekkel keresztel. Kiderül, hogy a Kárpát-medencében ezek a helyek a legutóbbi időkig, és némelyik még most is működik mindegyik, csak egy kicsit már behalványodott a lelkünk. Kicsit már olyan zavarossá vált az ilyen minőséggel való kapcsolatfelvételünk. De hát meg lehet tisztulni, hogy 7 éves gyermek látja, ha valaki olyanná teszi magát, mint egy gyermek, ugyanúgy megláthatja. Tehát belenyúl-e szent forrásba, szed oly csodapatkó szöget. Soha, és az ember arra gondolná, hogy azt mondja, hogy el ne tántorodjék, de nem erről van szó. Elme, mit jelent az elme? Soha az elme el ne tántorodjék, úgy megpatkolja a lelket. Na most milyen lelkünk van, ha már ide születtünk? Táltos csikó lelkünk. És a remete ezt erősíti meg bennünk. Isten szóval, imádsággal, szentigés súg a virágnak, szíved táján kifakasztja bimbaját a boldogságnak. Ez már a vége. Megyek én is. Gondolom, most már lélegzünk fel, mert ez azt jelenti, hogy megyünk mindannyian nagyon messzire, vagy éppen közelre, búcsút járni a Szent Kúthoz, Szent László imádságos csókjából lesz Szent Forráshoz. Na hát ennek az örömhírnek az igézetében én most csak annyit tudok mondani. Jövő héten folytatjuk szerdán. Köszönöm szépen a figyelmet! Jól elment az idő. Na. Én szeretnék kérni magától valamit.